Ez itt az élet, meg minden. A Portré Interview Podcast. Gondolatok, életstratégiák és világfolyamatok a mindennapi káoszon túl. 23 hónapig volt katona, magyarként a Szovjet hadseregben. Nem kemény volt, hanem hosszú katonának lenni szünet. Amíg katona vagy, addig az életed áll. Kint zajlik az élet, a te életed pedig nem zajlik. Ez ennyi? Nem dráma, ez nem költészet, ez próza. Olyannyira próza, hogy Gazda Albert egy most megjelent új könyvében erről ír. Persze volt életében, ami ennél is tovább tartott. Például, hogy újságíró volt Magyarországon. Pár évtized után úgy érzi, ma már nem az. Elfogyott a hely, meg az idő, meg minden. Nincs már újságírás Magyarországon. Vagy nem nagyon van abban a formájában, ahogy én gondolkodtam róla régebben. nem elfogadni a ránk kényszerített játékszabályokat, hanem inkább kidépni belőlük. Ezt a fajta újságírás látná szívesen Gazda Albert. Talán ezért is van, hogy írni azért még ír. Egyebek mellett olyan dolgokról, amelyek szerint jobb helyé tehetik Magyarországot, mint amilyen például a magyar jégkorong. Van benne teljesítmény, talán ennyit elég is. Van benne teljesítményem, ennél fogva van benne lélek, és amiben van lélek, azzal azért már lehet kezdeni valamit. Kedves hallgatók, ez itt az Élet meg minden podcast 19. adása. Én Tóth Szavos Töltön vagyok, és ebben az epizódban Gazda albert beszélgetek egy új könyvről, amelyben a szovjet hadseregben töltött idejéről ír, a szorongatott helyzetben lévő kárpátaljai magyarokról, ukrán oligarchákról, nyugatos oroszokról, és arról miért dráma az, hogy eltűnt a konzervatív sajtó. A műsor egyes epizódjaihoz linkeket, jegyzeteket, valamint további információkat is találhattok az Élet meg minden weboldalán, amelynek címe az életmegminden.hu, természetesen ékezetek nélkül. A podcast megtalálható az iTunes-on is, ha itt iratkoztok fel rá, kérlek ne felejtsétek el értékelni, ez nagy segítség abban, hogy mások is ráakadjanak a műsorra. Persze a podcast ott van a Spotify-on is, csak keresetek rá az alkalmazásban arra, hogy az élet meg minden és van itt egy újdonság is. Elindult a stósz. Ez a podcast hírlevele. Azoknak, akik a honlapon feliratkoznak rá, két hetente hírlevelet küldök. Benne azokat a dolgokat szedem össze, amelyekre éppen ráakadtam, és rákattantam. Cikkeket, könyveket, filmeket ajánlok. Tehát iratkozz fel a stószra a honlapon, amelynek címe az életmegminden.hu. Nem titkolom, gazda Albert egyik kedvenc újságíró. Szeretem ahogy, és általában azt is, amit ír. Több mint két évet dolgoztam együtt vele, de igazából mostanság ritkán beszélgetünk. Talán ezért is ért váratlanul pár dolog, amit most ebben az interjúban elmondott nekem. Bevezetésként elsorolom röviden azt, amit eddig is lehetett tudni róla. Szóval a Kárpát alján született gazda Albert nem akárki a magyar médiában. 1991-ben kezdett dolgozni a kurírban, később a magyar hírlapnál parlamenti tudósító, a világgazdaságnál robot szerkesztő lett. 2016-tól Albertet már az Indexnél találjuk, ahol vezette a gazdasági, a sport, majd a kulturális robotot is, és később lapszerkesztőként dolgozott. 2011-től az Origo hírportál főszerkesztője lett, majd az első befolyásolási kísérletek miatt távozott posztjáról. 2014-től a magyar médiában akkor sajátos színfoltot jelentő Cink hírportál szerkesztője lett. A Cink megszűnése után az úgynevezett G-napot követő időszakban a Fidesztől független magyar nemzet főmunkatársaként, rovatvezetőjeként, majd főszerkesztő helyeteseként dolgozott egészen a lap 2018-as bezárásáig. Mindemellett Gazdalbert meghatározó szerző volt a magyar borreneszánszban fontos szerepet játszó, művelt alkoholista blogban, a hazai jégkorongsport legfontosabb orgánumát, a ma már hírportálként működő jégkorongblogot blogot pedig a mai napig szerkeszti. Tehát ebben az epizódban Gazdalbertel beszélgetek a szovjet hadseregről, a magyar médiáról, kézműves sörökről, az életről, meg mindenről. Szervusz Albert, köszöntelek a műsorban. Szervusz, Szabocs. Nagyon örülök, hogy eljöttél, és hát szovjetszkája armíja, nem tudom, jól mondom. Majdnem. Majdnem. Olyan magyar ember nincs, aki akcentus nélkül ezt meg tudná oldani. És ráadásul nagyon sok olyan ember van, aki olyan hülye gyerek volt, mint én, hogy az orosz tanulást az általános iskolában és gimnáziumban elszabotálta azzal, hogy az egy nemzeti ellenállás. Ezt én nem tehettem meg. Ezt nem tetted meg, mert te a nagy Szovjetunió állampolgára voltál a nagy szovjetunió peremén. Peremén, Kárpát olyan. 25 évig? Ha jól rémlik? E, igen. Aha, na erről még fogunk beszélgetni, de az apropó, amiért itt vagy, mert hogy ez szorosan összefügg az apropónkkal, és amiért a szovjet hadsereggel kezdtem, az az, hogy nemrég jelent meg pár hete egy katonakönyv című kötet, amelynek legalábbis az egyik részét te írtad még hozzá azért, mert ugye öt történet van benne, és a velet kezdődik. Gazda Albert a szovjet hadseregben, Tóth Tibor a román hadseregben, Huncik Péter a csehszlovák, Horváth Viktor a magyar, Maka József pedig a jugoszláv néphadseregben e, szolgálta le katonai idejét, és mindegyik kötők írt erről az élményéről. Szép, nyugodt prózáról van szó, amit rögtön a hallgatók is érzékelni fognak. Nem tudom, megengeded -e, de, hogy az első pár mondatot. Hát, meg, Na, Azt mondja, ennek a történetnek három főszereplője van, az idő, az erőszak és a hazugság. Amikor az emberek megtudják, hogy voltam katona, és pláne, hogy szovjet, soha nem titkolom, igaz, mesélni sem szoktam róla, nem igazán van mit, nincsenek mókás anekdóták, az elbeszélés nehézségekbe ütközik, mindig azt kérdezik, nagyon kemény volt? Egyáltalán nem, válaszolom olyankor, nem kemény volt, hanem hosszú sokáig tartott, iszonyú sokáig. Meddig is? Hát két évig, egy hónap ilyen, két évig, 23 hónapig, mint az a könyvből is kiderül. Mint az a könyvből is kiderül. 23 hónap, 18 évesen, 19 évesen nagyon sok. Ez alatt te voltál otthon? De hogy voltam, nem. Tehát elvittek Kárpátanyáról, Técsőről, erről majd később. Hát vittek el. Ungárról. Ekkor te már egyetemista voltál? Így van, így van. Ez hogy működött a az akkori Szovjetunióban. Hát ugye ez is benne van a, a, a könyvben, tehát alapvetően nem feltétlenül vitték el az egyetemistákat, de a 80-as évek elején azt hiszem először 83-ban őket is elvitték menet közben. Ha jól tudom, akkor azért, mert a különböző nemzetközi hát hogy is mondjam elfoglaltságok miatt szükség volt minél nagyobb mennyiségű élőerőre, így aztán, aki betöltötte a 18-at, azt vitték függetlenül, hogy mondjuk az első évfolyam után volt, vagy a második után, vagy akárhogy, ugye ott általában hamarabb érettségiztünk, tehát én is 17 évesen érettségiztem, mert 8 plusz 2 volt csak a középfokó oktatás, tehát 8 általános, 2 közép, tehát 17 évesen leérettségiztem, és ha fölvettek az egyetemre mondjuk egyből, mint hogy engem felvettek, akkor a 18-at első évesen töltöttem be, és utána vittek el. De olyanok is voltak, akik már akár 16 évesen érettségizni tudtak, akkor őket mondjuk másodév után vitték el. Az azt jelenti, hogy lehet, hogy még besetöltötték a 18-at. Nem, nem, mindenki nem betöltötték. Mm -hmm. Tehát olyan, az, az, lehetetlen volt, hogy valakit 18 előtt vigyenek el. Tehát amikor mondjuk olyan visszaemlékezéseket olvas bárki, bárhol, hogy tudom én, a szovjet kiskatonákkal találkozott az emlékirat aki 15 vagy 16 éves volt, azt ne higgyel senki, az lehetetlen. Tehát 18 év előtt senkit nem vittek el. Soha. Már legalábbis ugye ebben az időszakban, hiszen a második világháború alatt mondjuk ez is nyilván lehetséges volt. És te akkor, amikor téged bevonultattak Ungvárról, akkor te már az Ungvári Egyetemnek a persze, hallgatója persze. voltál hát egy van, így, van, így van, így van. Hát az első, első évet, el, illetve hát nem végeztem el, mert nem lett kerek, mert jó néhány vizsgát nem tudtam leadni, vagy letenni, vagy mit kellett a vizsgákat csinálni magyarul. És így aztán lényegében közben vittek el, aztán az első évet ö, bepótoltam, amikor visszajöttem. Hova vittek, tényleg? Fehérországban. Ha jól emlékszem, a könyvvel ott két helyszín is volt. Több, több, több van, több van. Három, négy, öt, sok. Tehát a, ahol tartósan voltam, olyan háromban ö, ö, egy Borisovi, kiképző hadosztály, aztán ö, Grodnóban egy harckocsizó hadosztály, és aztán még a Lepeli erdőben Vitebszk alatt egy rakétás adosztály is van benne. Tehát ez, ez úgy volt, hogy négy hónap, egy év, még bőfél év. A könyvből kiderült csak, hogy a hallgatók is tudják, hogy te melyik fegyvernemnél is szolgáltál. Hát ennek semmilyen jelentősége nem volt, én ebben tűzér voltam, de hát a gyakorlatban nem. Ennek, <laughs> Igen, ennek, ennek ezt, tényleg semmilyen jelentősége. Itt nem is van. a könyvben, hogy, könyvben, hogy ezzel mindig meglepek mindenkit, a 80-as évek szovjet hadseregében nem volt rend. Hát nem, nagyon nem. De ez mit jelentett? Hogy... Hát semmi, hát látszat, látszat rossz volt az egész semmi. Hát azt is írom, hogy a legfontosabb két fegyverünk az alapát volt, meg a seprű. Mert az idő nagy részét takarítással töltött. Hát nem, meg, tak, nem feltétlenül takarítással, sok minden munkával fizikai munkával, olyan munkával, aminek mondjuk magához a kiképzéshez, vagy ilyesmi. nem volt kiképzés, kiképzés utoljára, a kiképzőben volt négy hónapon keresztül, aztán szóval kész. Tehát nem voltak semmifajta foglalkozások, semmi ilyesmi nem tehát ezért voltak harci eszközöket, amiket megtanultatok Hát ezeket nagyjából, hát megtanultuk, de hogy tanultuk. Tehát nyilván, aki harckocsit vezetett, az megtanult harckocsit vezetni, vagy aki teherautót vezetett, az teherautót vezetett, de meg, meg megtanultunk lőni Kalasnyikóval, de hát azt már megtanultuk mondjuk az iskolában. De azzal a önjáró löveggel, hogy hívják ezt magyarul, aminek én a parancsnoka kellettem legyek, mert arra képeztek ki, hát én olyan, nem, nem sültem olyanban. De a papírod arról szólt, hogy saját tudsz csinálni. Hogyha megtámadtak volna a Szovjetuniót a gonosz csapatok, akkor mi történt volna? Hát nem hiszem, hogy a mi szintünkön dőlt volna el a dolog. Mert hogyha mi, mi szintünk öndölt volna a dolog, akkor nagyon gyorsan eltölt volna. <laughs> Aha. Ott a könyvben is írtad, hogy bizonyos százalékát a harci eszközöknek ki lehetett volna állítani a garázsból. Biztos, hogy nem. Hát Grodnoban nem, felét sem, nem tudom, 30 százalékot írok talán, hogy nem, nem emlékszem pontosan mennyit, biztos, hogy nem. Tehát nagy részét nem. Mondjuk a Lepeli Erdőbe, ott az egy nagyobb részét, tehát ez mégis egy rakétás hadosztályon. tehát ott azért sokkal inkább rendben voltak a dolgok, sokkal jobban hasonlított mondjuk a hadsereghez. A Grodno az egyáltalán nem. Ami egyébként mondjuk az érdekes, mert ugyan nem a NATO határán volt, hanem a lengyel határon, tehát csak a határon voltunk teljesen. De ettől függetlenül tehát ez totális kuplerel volt. Éppen azt akartam megkérdezni, hogy ez, hogy ez, milyen város és hol van ez a Grodno? Grodno lengyel, Litván, Fehér Orosz hármas határnál van. Fehér Orosz te amúgy a fehér oroszokról jó emléket törzöl, annak ellenére, hogy gondolom a maga a hadseregben töltött idő az elég, az nem jó. Hát ez egy bonyolult kérdés. Egyrészt hol találkoztam volna fehér oroszokkal? Be voltunk zárva. Hát néha nyilván kilógtunk, meg ilyenek, tehát végül is most nem mondtam igazat, találkoztam fehér oroszokkal. Például egyszerűen utolsó fél évemben két hónapon keresztül fűtő voltam a főfőtők civilek voltak, ilyen 40-es alkoholisták, mind nagyon cukik voltak egyébként. Úgy néztek ki, mintha öreg emberek lennének, nem, nem csak úgy néztek ki, nyilván azok is voltak bizonyos értelemben. Szóval, hogy ilyen értelemben velük mondjuk találkoztam, de a fehér orosz, hogy úgy mondjam, társadalomnak, vagy nem tudom minek, hát semmilyen módon nem voltunk részei. Hát ezt pontosan úgy kell elképzelni, mint ahogy mondjuk az itt ideiglenesen itt állomásozó, vagy állomásozott orosz vagy szovjet katonák sem voltak semmilyen módon Magyarországnak részei, ugyanúgy nem voltunk mi részei Fehér Oroszországnak, vagy bárminek, hát gyakorlatilag szinte folyamatosan be voltunk zárva. Tehát én kimenőn is összesen egyszer voltam két év alatt, leszámítva egy-két szülői látogatást. Gyakorlatilag semmilyen módon nem begyűltünk el Fehér Oroszországban amennyit láttam belőle, azzal egyébként kifejezetten szimpatizáltam. Tehát azóta, már, le? azóta már voltam kétszer Minszkben, meg Borisóba is visszamentünk, hogy két évvel ezelőtt egyszer. Fehér egy nagyon kedves, nyugodt hely, most politikai berendezkedéstől hogy pillanatig vonatkoztassunk el. Egy aranyos szlávország a magam ugyan aranyos, kedves emberekkel. Nincs semmi baj egyébként, de hát az ismereteim nyilván meglehetősen felületesek. Most nyilván a szlavisztikával, ugye jól mondom, foglalkozok, dobnak egy hátas, de meg kell kérdeznem, hogy tulajdonképpen a fehér oroszok és az oroszok között a, mi, a fők, hogy lehetne megragadni a különbséget? Egészen más nyelv, amit ők beszélnek? Hát fehér orosz nyelvet az ember nem hall fehér országban, csak a televízióban. A fehér orosz nyelv az gyakorlatilag egy mesterségesen életben tartott nyelv, mindenki oroszul beszél fehér orosz országban. Ugyanúgy, hogy egyébként Ukrajna kétharmad részén is, még a megmaradt Ukrajna kétharmad részén is, de ez egy másik téma. Nyilván vannak különbségek, de. Hogyha mondjuk hegyezem a fülemet a metróban, az előbb hazudtam, nem csak a televízióban fejlődsz, hanem a metróban is fejéról mondják be az állomásokat minden, akkor elsősorban kiejtésbeli különbségeket érzékelek, azok mondjuk elég jelentősek, de hát megértem természetesen. És az létezik, hogy hogy képes egy mondjuk az állami média, vagy akármilyen média, visszafoglalni a nyelvet, Hát. Vagy ez olyan, mint Írországban, hogy gyerekek megtanulják jól-rosszul az írt, de már nem fogják használni? Mondjuk én nem ismerem, vagy nem tudom, hogy hogy van ez Írországban. De azt gondolom, és most akkor ez egy teljesen laikus mondás lesz, anélkül, hogy bármifajta szakértelem vagy, vagy részletes, méreható információ a rendelkezésemre állna, de a válaszom azt tud lenni, hogy valószínűleg igen. Tehát valószínűleg ugyanaz a helyzet, hogy ugye próbálkozás van, ami szerintem nagyon helyes egyébként, tehát miért ne lenne? A gyakorlatba átültetni azt viszont nagyon nehéz. Mondom, én nem hallottam az utcán, tehát sem akkor, két év alatt, sem pedig most a 2014-es vagy a 2017-es Minszki egyhetes, szűk egyhetes látogatásaim alatt nem hallottam olyat az utcán, hogy fehér beszélt volna bárki is. A szovjet hadseregben ugye akkor kevés belorosszal vagy fehér orosszal találkoztál, de, ki... de... Hát azért találkoztam a társak között, nyilván, hát, nyilván szó beszéltek ők is. Ki mindenkiből állt össze ez a hadsereg akkor? Ugye 84-ben vonultál te be? 84-ben. Hát a szovjetunió összes szóba jött a nemzetiségéből, hogy hogy kell ezt mondani. Változó arányban minden honnan voltak. De a, maga a katonai nyelv, amivel kommunikáltatok, az az orosz. Volt, hát természetesen, gondolom. persze. Tehát valahogy úgy nézett ki a Szovjetunió, én így lettem össze a Szovjetunió nemzetiségi politikáján, hogy minden nemzetiségből jóha van, de azért végül mindenki orosz lesz? Hát mindenki oroszul beszél. Már amennyire beszél, mert egyébként mondjuk a közép-ázsiaiak vagy a kaukázusiak azért nem villogtak különösebben ezzel kapcsolatban. Vagy hát nem mind legalábbis mintha lett is volna a könyvedben egy ilyen megjegyzés, hogy az igazi ellentét az a... Hát nem, hát a könyvem hát elég, elég, elég részletesen mondjuk, nem mondjuk el az egész könyvet szerintem, mert hát ha valakinek kedvet álmod elolvasni. De, de az egy fontos része, hogy ugye kétféle leegyszerűsítve kétféle, nem is tudom, ez, ez itt már nem jó szó a nemzetiség, de mondjuk kétfélék voltunk, voltak az oroszok és a nem oroszok, tehát az oroszok voltak azok, akik úgy néztek ki, mint én, magyarán mondva, lehet, hogy ez hülyén hangzik, de fehér emberek voltunk, és voltak a nem oroszok, a nyirúszkije, akik meg a kaukázusiak voltak, meg a közép-ázsiaiak, meg a társaik, akik a legtöbb esetben egyébként mondjuk sokkal rosszabbul beszélték a nyelvet, és, és teljesen más, hogy azt nem mondjam, törzsi kultúrából érkeztek. Teljesen más volt a mentalitásuk, és egyébként amikor hazamentek az jellemzően, még akkor is más volt a mentalitásuk, tehát nem csak akkor, amikor megérkeztek. Még akkor sem tudtak oroszul, és nem amikor már elmentek. Tehát ez a birodalmi kísérlet, hogy őket a szovjet állampolgára neveik a hadseregben, az nem... Tehát hát nem fikeres, mit értünk nem? ez alatt? Köztük is volt jó katona, meg kevésbé jó katona. nem feltétlenül kellett ahhoz perfektül beszélni rosszul, hogy valaki mondjuk adott esetben jó szorgalmas, a sorba beállni képes, vagy éppen a trükköket elsajátítani képes katona legyen. Hát a kárpátai magyarok közül is nagyon sokan nem tudtak oroszul. Jól, az, hogy én tudtam, az, az, egy speciális, vagy hát nem feltétlenül speciális, de nem, nem feltétlenül általános dolog. Pláne mondjuk a korábbi generációkban, tehát apám sem tudott oroszul, pedig három és fél éve át volt katona annak idején az ötvenes években. Akkor még annyi volt. A, a Akkor majd... még annyi volt, igen. Na szóval, hogy csak azt akarom mondani, hogy, hogy, az lehet, hogy nem csinált belőle a birodalom oroszokat, de hogy birodalmi alattvalókat csinált, abba azért szerintem nyugodtan lehetünk biztosak. Más kérdés, hogy aztán 90-es évek közepe megmutatta, hogy ez, vagy eleje, és közepe megmutatta, hogy mindez mennyire törékeny. És mennyire átmeneti. Ugye voltak ott olyanok, akik kitűnő katonai szak szereztek arra, hogy később a szakadár hát így van. Csecsenföldön ezt hasznosítják. Te is említesz ott egy ember, de akkor nem lövöm le, hogy olvassák el. Ez egy, izgalmas története, egy Csecsen, akivel együtt katonáskodták, és elég nagy karriert futott be. Hát addig, ameddig. Addig, ameddig, igen. Így megütött a film azt, hogy Kárpátalja és orosz, hogy végül is Kárpátalján oroszt oktattak? Az, az... Ja, hát persze. Hát persze, vagy persze, nem tudom, hogy az mennyire persze. Szerintem én írtam én már ezekről, persze, hogy ugye minden szét van szórva különböző újságokban, meg nem tudom még be. Szóval igen, tehát én Ukránt egyáltalán nem tanultam az iskolában. De a, abban az időben, a 80, 70-es, 80-as években a magyar tannyelvű iskolákban Kárpátaján nem oktattak Ukrán nyelvet, csak orosz. Ugye az orosz a nemzetiség közötti érintkezés eszköze. Szóval, hogy Ukrán az nem volt. Tehát az, hogy én tudok Ukránul, az az én saját teljesítményemnek köszönhető, meg nyilván a nyelvi közegnek, amiben felnőttem. Tehát én nem egy magyar faluban nőttem fel, hanem egy vegyes lakosságú városban. Ez Técső? E, így van. Ez Mekkora És város egyébként, aki nem lenne otthon? Jó tízezres. Kisváros. Járási székhely. Szóval, hogy ott nőttem fel, ez részben ennek köszönhető, másrészt pedig az egyetemen is olyan közösségekben mozogtam, amelyek ö, olyan közösségekben is mozogtam, amelyek ö, vegyesek voltak, ö, tehát ez kizárólag ennek. Ennek tudható be, hogy mondjuk én jobban beszélek mind a mai napig ukránul, mint mondjuk a ukrán nacionalistáknak a legalább a fele két harmana. Mert hogy ők is inkább orosz Hát jellemzően igen, persze, hát nyugat ukrán hát Hát illetve most már azért kevésbé, mert szorgalmasan tanulják, amennyire csak lehet. Mi más csinálnak? Mi más csinálnak, igen. Most ennek van ez, ez hogy, hogy, mondják ezt magyarul? Ez Keletje. A, a igen, a flow. Uh -huh. Go with the flow. De hogy a helyi magyaroknak az nem tűnt fel egyébként, mondjuk a 70-es, 80-as években, hogy amit tanulnak az iskolákban idegen nyelvet, azzal nem értetik meg magukat mondjuk, vagy nem azt beszélnek. Nem beszél. Hát, orosz, hát oroszul tanulnak, egy, alapvetően egy ukrán nyelv Nuk, hát nem, magyarul, mindenki, mindenki megértette magát Tehát uh -huh. nem, ez, ez nem volt probléma, de az orosz el lehetett boldogulni Kárpátalján minden további nélkül, sőt, hát kifejezetten az orosz volt az, amivel el lehetett boldogulni. Ugye Kárpátalján eleve az Ukrán is, hát egy elég speciális nyelvjárás. Vagy változatát, vagy miért, most megint nem akarok itt nyelvészkedni, mert az a nagy butaság lenne, mert nem értek hozzá, de azért elég speciális módon beszéltek ukránul. Ukr Kárpátalján mondjuk az utcán, vagy falun, vagy, vagy akárhol. Ugye itt, és akkor most nem menjünk bele ebbe az ukrán-ruszin dologba, mert abban aztán végképp nem lennék expert, és nem mondhatnék benne értelmeset. Erről másokkal érdemes beszélni. Tehát lényeg az, hogy az orosz, az teljesen megfelelő volt arra, hogy, hogy azzal adott esetben boldoguljanak, Egyébként az orosz nem idegen nyelvként hanem gyakorlatilag második anyanyelvként. Azt hiszem, hogy ez, ez volt a definíció is egyébként. Tehát nem kellett tudniuk ahhoz ukránul, a 1990 előtt, sőt többet mondok, 2014 előtt sem, hogy 2014 előtt senki nem baszogatt őket, amiatt, hogy vagy nem nagyon, vagy csak nagyon ritkán, hogy nem beszélnek ukránul. Ez mondjuk furcsa is lett volna, mert ugye mondok egy példát, 1998 tehát hét évvel, a, vagy mennyivel a függetlenedés után, Ukrajna fővárosa Kijev, három napot töltöttem ott akkor, és egyetlen egy alkalommal hallottam ukrán beszédet a Vasúti pályaudvar csomagmegőrzős bácsikától, tehát egyébként sehol egyetlen pillanatig sem, még csak a fülemet se ütötte meg a metróban, vagy valami. Ukrajna fővárosa Kijev egy oroszul beszélő város volt, egyébként nagy jobb részt én úgy tudom, most már nagyon régen nem voltam, most is az, az ukrán nyelv hatóköre az teljesen nyugat-ukrajnára korlátozott Lemberg, Ternopol, Ivano Frankosz, Csernovic, Vinnyica, Lutsk és nagyjából kész ezekre a megyékre. Tehát az összes többi az oroszul beszélt. És 2014-ben mi fordult akkorát, hogy, hogy ez a nyelvben is ilyen hát most ugye belecsúszunk akkor, hogyha erről elkezdünk beszélni különböző terminológiai nehézségekbe, úgyhogy végbe ment egy egy sánta rendszerváltás, és gyakorlatilag azáltal, hogy ugye az oroszok ellopták a krimet, illetve orosz segítséggel ugye az történt Donetskkel és Luhanszkal, ami, meg az történt mondjuk Odesszában, ami, ez gyakorlatilag felborult az a fajta egyensúly, ami azt megelőzően ezt az egyébként akkor is beteg országot egyensúlyban tartotta, vagy valamennyire működőképessé tette, és gyakorlatilag már eljutottunk odáig, hogy nacionalista politikák próbálnak versenyezni egymással, és erőszakos ukránosítás folyik ez csak benyomás természetesen, de nagyobb hevessége, mint mondjuk annak idején, amilyen hevessége az oroszosítás folyt, hogy az oroszosítás az mondjuk sikeres volt-e vagy sem, azt uh, nyilván megint uh, számtalan szempont szerint lehetne vizsgálni. A tudományos szempontoknak én nem vagyok birtokában, így aztán nem tudom, hogy uh, és nem merek kinyilatkoztatni ezzel kapcsolatban, de Hát abból a szempontból valószínűleg akár még sikeres is lehet, hogy mondjuk most egy picit gicsesen drámai hangot fogok megütni, de most én azt gondolom, hogy két-három generáción belül kárpátai magyarság el fog tűnni. Azért, mert, mert nem fogja tűrni azt, amit csinálni próbálnak vele, és kárpátai ebből a szempontból ki fog Tehát nem azért, mert elkezdenek a kárpátai magyarok ukránok lenni, az teljesen ki van zárva. Nyilván abból a szempontból egyébként a párhuzam az erőszakos oroszosítással nem áll meg, hogy akkor ugye be voltak zárva a határok, és nem lehetett mit csinálni. Most nincsenek lezárva a határok, és lehet mit csinálni, mindenki eljön, aki teheti, anélkül, hogy túl sokat gondolkodna rajta, vagy skrupulusai lennének, mint annak idején mondjuk nekünk. Tudunk mondani hozzávetőleges számokat, hogy ez mit jelent? Hát talán nem tudom pontosan, ugye itt is a statisztikai adatok mindig hamisak, szerintem egy olyan 120 ezres még lehet a magyar közösség talán. Amikor te eljöttél onnan, az ugye 91-ben volt. Hát akkor olyan 150-160-at mértek, hogyha nagyot akartunk mondani, akkor 200-at mondtunk. Tehát azt mondod, hogy aki idősebb és már nem tud eljönni, ugye nyilván... Hát azért az idősebbek közül sokan eljönnek. Nézzük meg az én példámat, ugye én 91-ben jöttem el a családommal, vagy a feleségemmel, meg a lányommal. Aztán tíz évre rá a feleségem szülei is utánunk jöttek, meg az én szüleim is utánunk jöttek, annyira, amennyire oda, ahol tudtak, amennyiből tudtak. Tehát de ilyen, ilyen nagyon sok van. Olyan is van, hogy áttelepül, de még viszonylag sok időt töltött, ugye őket szokta a baloldali sajtó ukránozni, hogy ellopják a nyugdíjat meg a tébét. Ilyenkor belerúgnék legszívesebben a baloldali sajtóba. Tehát nyilván az öregek mondjuk átjönnek a gyerekeikhez, meg mit tudom én, nyilván kapnak egy magyar nyugdíjat, szerintem bőven megérdemelte. De érintett vagyok persze, úgyhogy nem mondhatnám, hogy nem vagyok ebből a szempontból részrehajló, de azt gondolnám, hogy ha nem lennék, azok is azt mondanám, hogy megérdemeltem szóval megkapják a magyar nyugdíjat, de mondjuk viszonylag sok időt töltenek otthon, mert mondjuk nem tudnak úgy elszakadni, vagy nem tudom. Meg hát egyébként a házukat se tudják eladni. <laughs> Tehát mondjuk a 90-es években, második felében, vagy a 2000-es évek elején, az ezeret fordul környékén gyakorlatilag nem lehetett ingatlan értékesíteni, csak milyen áron alul. Tehát az én szüleim a családi házat, azt kb. egy millió forintért adták el akkor, négyezer dollárért. Itt néhány éve később, amikor volt egy gazdasági fellendülés, akkor ilyen tízszeresére emelkedtek az ingatlanárak még még magasabbra. De most megint beszakadtak teljesen, tehát gyakorlatilag lehetetlen eladni a, 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 házakat a magyar falvakban, vagy a magyar ö, értelmezhető mennyiségű magyar, vagy értelmezhető arányú magyar lakossággal is rendelkező városokban, mert kivenné meg. Tulajdonképpen 2010-12 tájéken és csak azért mondom, mint akkor jelent volna meg egy könyved a Kárpátványáról 12-ben. 12 és ott egy picit optimistább hangot ütöttél még meg, hogy volt egy olyan időszak, amikor még lehetett volna Ukrajnából Persze. valami? Hát szerintem igen. Ugye Ukrajna mindig is egy életképtelen állam volt, egy, egy totálisan balfék képződmény, aminek azonban voltak jobb periódusai is. Aztán a 90-es évek első fele az ugye a nyomorról szólt a kilátástanságról, a hiperinflációról, meg a mindenről. Aztán a 90-es évek második felétől elkezdődött egy fellendülés. Legalábbis gazdaság értelemben mindenképpen. Ez ugye tartott ameddig tartott. Ugye 2004-2005 fordulája volt az úgynevezett narancsos forradalom, amikor azt hittük sokan, én annak ugye nagy, nagyon lelkes híve voltam, azt hittük sokan, hogy akkor még végre az a rendszerváltás, ami egyébként Ukrajnában elmaradt, és ami mondjuk itt Közép-Európában bekövetkezett, egyik országban így, másikban úgy, harmadikban amúgy. Szóval, hogy az végre Ukrajnát is utoléri. Aztán kiderült, hogy nem, csak a vagyonokat meg a befolyási vezeteket osztották újra, jó rész ugyanazok a szereplők. Aztán mégis ezek között a feltételek között is megint elindult egy kisebb fajta fejlendülés, ami ugye eltartott egészen a világválságig. Akkor ugye jött egy kis megtorpanás, és akkor jött az a 2010-es évek elején, hogy az akkori elit az teljesen elkurgult, és azelőtt is kurva volt, de akkor aztán már még jobban elkurgult, most nyilván minden, mindent leegyszerűsítően mesélek, és a 2012-13 környékén úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag ez a fajta, vagy ez a rezsim, ez mozdíthatatlan, és azok az oligarchák, akik egyébként birtokolják a hatalmat, és alapvetően egyébként kelet-ukrajnai gyökerűek, és ilyen módon oroszul beszélők, egyébként ilyen volt mondjuk Poroshenko is, tehát hogy ezek az emberek gyakorlatilag olyan szinten berendezkedtek, hogy ezzel a rendszerrel nem lehet csinálni már semmit. Egyébként olyan emberekről van szó, akiknek a neve most is így úgy annyira, amennyire forog mondjuk a, a, a hírekben és Magyarországon is hallják az emberek a nevüket, bár persze nem tudnak róluk semmit. Tehát mit tudom én, Kolomolszkytól, Rinát Akhmetovon keresztül, vagy mondja régebben Poroshenko, Viktor medvecsuk, most kezd előkerülni, viktor medvecsuk, ugye Putyin veje az állandó izéje, jelzője, vagy milye, de Viktor Medvecsukra, ha rákeresel, akkor mondjuk 2017 előttről nem nagyon találsz magyar nyelvű találatot az interneten, annak ellenére, hogy gyakorlatilag már a 90-es években ő volt az egyik atya úristen. Most is ő egyébként, és egy csomó nacionalista politikust is mozgat egyébként. Szóval, hogy úgy nézett ki, hogy ez teljesen állandó lesz, és pedig miért lesz ez állandó? Azért lesz ez állandó, mert ugye a gazdasági hatalom náluk van, a politikai hatalom náluk van, és az orosz barátság az egy irtózatosan nagy hülyeség, mert ugye persze, hogy jobban voltak Oroszországtól, hiszen Oroszországgal, de mindenki jobban volt Oroszországgal. Mármint az hülyeség, hogy ezzel címkézték őket. Igen, mindjárt, mindjárt kikerekít a mondatot, hogyha sikerül, ugyanis nekik eszük ágában nem volt, még közelebb kerülni Oroszországhoz, ugyanis gyakorlatilag az volt a konstrukció lényege, hogy én ezen az Ukrajna nevezetű szemétdombon tudok kakas lenni, ha ellenben engem a szemétdombommal együtt integrálnának egy olyan hatalom alá, amilyen Oroszország, akkor én a privilégiumaimat elveszíteném, privilégiumaimat elveszíteni. Következésképpen ennek az oligarchiának, ennek az orosz barátnak titulált oligarchiának, akik mondom még egyszer, nem voltak haragban Oroszországgal, de egyetlen oligarcha csoport sem volt haragban Oroszországgal, ezt nem engedhette volna meg magának. A mostani nacionalisták sem. Tehát ők voltak a garanciái lényegében Ukrajna függetlenségének. Na most ez a status quo, ez ugye 2014-ben felborult, már mint a 2014-ben történtekkel felborult, én nem mondom meg, hogy ezt kiindította el, fogalmam sincs. Nyilván nem kezdek el sem sorosozni, sem oroszozni, de egyébként nem nagyon kezdek el, hogy is mondjam, magától történt mindenezni sem, mert ugye mindig valami mindig következett valamiből, aztán hát ilyenkor azért elindul a dolog már magától is. Ugye la lavinaként, hogy mondani szokás. Na a lényeg az, hogy viszont 2014 gyakorlatilag szétverte ezt a struktúrát teljesen, az embereket egyébként nem verte szét, hát mondjuk nyilván a Rinald elvesztette a Donetsk érdekeltségének egy jelentős részét, maradt még neki elég, meg sok mindenki elveszített sok mindent, nagyon sokan elvesztették az életüket is, mint tudjuk, de nyilván nem azok, akik, hogy is mondjam, akiknek bármilyen szerepük lehetett az események befolyásolásában mostanra már az a fajta státusz nyilvánvalóan visszaállíthatatlan abban a formájában, legalábbis nem, mint hogyha mondom, az olyan jó lett volna, mert az is egy velejéig romlott konstrukció volt, de hát előről kezdődött minden. Most hát, megint lövöldöznek az utcán, de jó nem minden nap, de, de tényleg sok szempontból 90-es évek feelingje van az embernek, ami hát nem a legdicsőségesebb korszak annak a vidéknek. Csak a hallgatóknak jegyzem meg, hogy aki nem követné az ottani eseményeket, ugye ott gyakorlatilag 2014 óta, mióta Janukovics menekülőre fogta egy hol intenzívebben, hol kevés intenzívebben folyó, de katonai konfliktus van, ahol orosz nyelvű szakadárok tartják ellenőrzésük alatt az ország keleti területeiből egy óta. részt. De ugye az említett Donyax medencéből is. Igen, igen, igen. Ami iparilag igen fontos terület. Volt. Volt, és ugye Oroszországot pedig azzal vádolják, hogy fegyverzetet és katonákat állomásoztat illegálisan ezen a területen. Hát ugye azért a konfliktus ebből a szempontból, mint katonikon, vagy mint háború, háborúként nem nagyon értelmezhető. Tehát. Fegyveres konfliktusok vannak, ugye a, a szerint fegyveres konfliktusok leginkább inkább olyankor szoktak kibontakozni, amikor a két oldal képviselői nem tudnak megegyezni a csempészáró közösen kialakított útvonaláról és a százalékokról. Én eddig nyilván nem mennék el, ezt csak mint érdekességet említem. De az egész ennek a lényege szerintem az, hogy a történet beállt, és azzal, hogy ezek a részek egyrészt elvesztek Ukrajna számára, tehát most a és vidéke, illetve hát a Krím az ugye teljesen egyértelműen is mindörökre. Az az, az ország az... Hát így van, hát Oroszország része, és az is marad. Ha elismeri egyébként a nemzetközi közösségből bárki, ha nem. De ez de facto így van. Hogy most de jó mit gondolunk róla, az egy teljesen más történet. Na mindegy, csak hogy azt akartam mondani, hogy ma gyakorlatilag és akkor most talán végre kerek lesz a gondolatmenet. Tehát ma gyakorlatilag Ukrajnában ebben a szituációban és ezzel a közelmúltal nincsen más lehetőség, mint nacionalista politikát folytatni, ahol a képletben az ellenség az teljesen egyértelműen Oroszország, illetve mellesleg bárki más, aki nem mi vagyunk, és aki egyébként mondjuk egyfajta önálló, vagy a mi narratívánkban nem illeszkedő gondolatot MER megfogalmazni. Tehát így lesz ellenség, akár beteg magyarság is, aki ugye nem tud ukránul, és nem is akar megtanulni a rohadék, és nem igazán lojális állampolgára a ukrán nemzetállamnak. Ez igaz? Tehát tényleg nem tud ukránul, tényleg nem akar megtanulni, és sok szempontból tényleg nem lojális. Tehát de hát miért lenne az? Tehát mit kapott Ukrajnától, aminek köszönhetően lojálisnak kellene lennie. Ez, ez olyan, mint hogy tényleg azt kérnénk számon az erdélyeken, hogy 1922-ben miért nem voltak lojálisak Romániához. Hát kezdjük csókolom, tessék azt a párhuzamot végig gondolni, és akkor valószínűleg azért kijön valami a végére. Politikai értelemben, nyelvi értelemben, oktatási értelemben, kulturális értelemben, stb. ezt a kárpátai magyarságot szorítják, és ezt a kárpátai magyarság ezt nyilván nem nagyon szereti. Tehát, ami az oroszoknak célozva van, azt megkapják a nyakukba a magyarok is. Hát igen, de most már célzottan is megkapják. Tehát ugye ez mindig ez volt, tehát mindig, mindig, mindig ez volt a, a, gondolatmenet lényeg, amikor Ukrajnával gondolkodtunk, tehát hogy furcsa módon, vagy abszolút paradox módon, hogyha kelet-ukrán orientációjú hatalom volt Ukrajnában, ami legtöbbször így volt egyébként. Tehát a 90-es években gyakorlatilag szinte végig így volt. Ugye a narancsos forradalom után egy rövid ideig nem volt így, a Timosenko kormány idején, Jussenko, kormány idején, illetve hát 2014 óta nincs így. De hogyha az oroszokat nem baszkurálták, akkor az a magyaroknak is nyilvánvalóan jó volt. Most jogszabályi környezetet értek ezzel. Most, hogy ugye az oroszokat írtani kell, kulturálisan mondom ezt, szerencsére nem kell írtani fizikailag, bár ugye Odesszában ilyen is volt 2014 májusában, Ugyanis csak volt egy pogrom, amiről mondjuk Magyarországon nem sokat szoktak beszélni, sőt egyáltalán eleve el szokták felejteni, mert még se illik bele az európér -Eur Ukrajnáról szőtt, nem tudom mikbe. Tehát amikor ez volt, ukrán nemzeti kormány volt, mondjuk a Timosenko kormány 2004 után, akkor ugye olyan szabályi környezetet úgy formálták, hogy ez a magyaroknak nem volt jó. Most már ugye direkt a magyarokra is lőnek, képletesen, mert egyrészt hisztérikusabbak, másrészt mindenhol ellenséget látnak, harmadrészt pedig jobban is szem előtt is vagyunk, a, különösen a szoktatási törvény környékén kibontakozott viták óta. Tehát most már célzottan is piszkálják a magyarokat is. És a Zelenski, aki ugye humoristámú lett politikus, ő nem hoz változást ebben a dologban. Ugyanaz a maffia. Teljesen ugyanaz. Teljesen. Én azt javasolnám, hogy egy picit menjünk vissza az időben még, amikor te <laughs> bevonultál, amikor még Ukrajna ugye a Szovjetunió része volt és hát már akkor sem voltak a, a, vidámok a dolgok. Itt két olyan dolgot említettél. Vidámság mindig van. Vidámság mindig van. Most is nagyon vidámak vagyunk. Hát már mindig olyasmiről beszélünk, amit akkor elkomolyodunk, de hát egyébként. Aha. Hát most megint egy komoly dolgot hoznék fel. Az egyik az, hogy amitől te tartottál akkor, és ez nem csak a könyvedben van benne, hanem írtál máskor is erről az élményedről, nem ennyire kimerítően, egyrészt, hogy, hogy utáltad a lágereket. Még, még, <laughs> út, még, voltál. De a pionírláger, mert ugye jó. Miért utálta a, a, a egy kárpát gyerek a, a Lágert az úttörő volt. Hát biztosan nem utálta mindegyik, a feleségem se után egyébként. Megint spoilerezünk egy kicsit. spoilerezünk, Szpo igen. Igyekszem nem spoilerezni, csak valahogy <laughs> a félelmekre próbáltam itt visszatérni a bevonulásod idején, hogy hogy volt egy, volt egy ilyen fóbiád az úttörő táboroktól. Hát igen, de az abban abba sok minden benne volt. Tehát, ugye akkor, akkor azt is el kell mondanom, hogy a, nekem, mint egyébként a kárpátai magyar, vagy a nemzedékem kárpátai, mi? Kárpátai nemzedékem, na mindegy, többi tagjainak is. Mind a két nagyapámat elvitték 44 ben Azt ugye Magyarországon Málenki robotnak mondják, ezt a kifejezést mi Kárpátalján nem is ismertük, én nem értettem, mikor ez bejött, hogy ez mi. Az én nagyszülemmemet, vagy a nagyapáimat nem Málenki robotra vitték el, hanem egyszerűen lágerbe, ugye a lágernek mondták a, a lágert, a, 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 ahová a szegény zsidókat vitték, az meg a láger volt, és hát ez ugye nyilván valamilyen szinten beépül az embernek a nem tudom miében a rettegései közé, vagy a kulturális identitásába, és az úttörő tábort meg ugye pionír lágernek mondták, és láger láger, ez így, ez így valahogy nem nagyon állt össze. De egyébként pionír lágerbe, vagy út, már csak azért sem szerettem menni, mert akkoriban még az idegen nyelvi közegektől azért nem, nem tehát így, így nem azt mondom, hogy rettegtem, de nem, nem vágytam beléjük egyáltalán. Jobb volt nekem otthon. <laughs> szóval, hogy, hogy ez, ez, így nem azt mondom, hogy összekapcsolódott, tehát ezt írom is, hogy azért tisztában voltam le bele, hogy a pioni láger nem ugyanaz a láger, mint ahol az egyik nagyapámat elpusztították, a másikat pedig megnyomorították, de de ettől függetlenül az embert valahogy ezek a lágerek nem mozották. De például a feleségem kifejezetten szerette az úttörő táborokat, tehát ő nála ez, nem, ez mondjuk nem kapcsolódott össze. Tehát mondhatjuk, hogy ez akkor nekem egy ilyen személyes volt. Mert hogy ő is técső egyébként? Nem, ő ne, nem, nem técső, Berekszeszi járásból származik egy faluban. De akkor ugyanúgy Kárpát van. Vagy... Ugyanúgy, persze, igen. Um, ő egy színmagyar szín településről. Mind a mai napig színmagyar településről származik. Ez azért is kérdeztem meg már, mint itt a lángereket, mert talán arról nem írsz a könyvedben részletesen, hogy a kárpátaljai szovjet, hát amikor visszafoglalták, elfoglalták? Nem visszafoglalták. Hát vissza, el, nem, vissza nem, mert soha nem tartozott Szovjetunióhoz az, az, az előtt tehát amikor elfoglalták Kárpátalját a II. háború vége felé 44-ben, akkor volt egy kollektív büntetés az ott, ottani magyarok számára, hogy elhúzták. Persze, hát ennek elég vastag szakirodalma, van. Tehát gyakorlatilag ugye az, az, volt, hogy 44 novemberében, ezt mindig keverem októberben vagy novemberben, 3-4 hullámban a munkaképes magyar nemzetiségű férfi lakosságot gyakorlatilag, hát nem százszerzalékosan, de nagy hatékonysággal elvitték. 18 évtől 50-ig. Tehát 18-at betöltötted, vittek, 50-et még nem töltötted be, vittek. Kit merre? Tehát ugye Szolyván volt egy gyűjtőtábor, ez munkácstól éjszakra kb. 30-40 km egy város, kisváros szintén ott volt egy gyűjtőtábor, ott van most egy ilyen emlékpark is, vagyis hát nem most, már van, vagy 20 éve. És aztán onnan kit, hova tovább. Az egyik nagyapám, aki meghalt, már útközben meghalt, azt sem tudjuk, hogy hol. A, lehet, hogy már Szolyván, lehet, hogy csak Szamborban, ott is volt egy ilyen tábor, egy újabb elosztó tábor, az emberek közelében van, a másik nagyapám pedig, aki később visszajött, szűk egy évvel később, ön, valahol Novosibirsk környékén volt. Tehát odaig el, elvitték. De hát tényleg mindenkit, vagy majdnem mindenkit. Tehát úgy volt, hogy azt mondtad, hogy magyar vagy, akkor vittek. Egyébként, hogyha azt mondtad, hogy szlovák vagy, akkor nem. Mert ők a, érdekes módon a győztes oldalon jöttek ki a háborúban, annak ellenére, hogy Hát nem egészen ott voltak. Hát nem, nem, mondjuk úgy, hogy nem végig. Igen. A másik dolog, és ez az utolsó. Ja, ezt azért tegyük Igen. hozzá szerintem, mert ugye mielőtt Magyarország visszafoglalta Kárpátalját, a, Kárpát a Trianon által leszakított részeket, ott 20 éven keresztül Csehszlovákia volt. Meg ugye volt egy nagyon rövid ideig önálló potkarpacska rusz is, nem tudom meddig, három napig, két hétig. Igen, az egy zavaros időszak. De mindegy, de a lényeg az, hogy alapvetően hogy Csehszlovákia volt, tehát abban volt ráció, hogyha valaki azt mondta magáról, hogy szlovák vagyok. És voltak, két... akik így úszták meg. Voltak, a... El, a... bőven. De hát én, nekem is voltak olyan ismerőseim, akik echte -szín magyarok voltak, hát vagy azt mondta, hogy ruszin mondjuk, vagy ukrán, vagy akármi. De hogy az volt beír, mert ugye a szovjetunió számon tartotta a személyigazolványokban, amit a magyar sajtó időnként valamiért szeret belső útlevélnek mondani biztos azért, mert arra is az volt írva, hogy paszport. Szóval, hogy a személyi igazolványokban számon tartotta a hogy ki milyen nemzetiségű. Tehát volt olyan színmagyar ismerősen nem is egy, aki már ugye harmadik generáció, vagy második, vagy hogy kell ezt számolni, akinek az volt beírva az útlevelébe, hogy szlovák hát. És ez erre vezethető -e vissza, hogy akkor? Persze. Ez volt a menekülési útvonal. És egyébként az, hogy hát ugye nyilván itt egy egész generációt érintett ez közvetlenül, az, hogy elhurcolták a férfiakat, ez mennyire volt téma családban, amiben te hogy a nagypapa itt halt meg, a nagypapa hát ekkor tudtuk. jött vissza. Ezt tudtuk, de az utcán azért nem kiabáltuk körbe, tehát azért erről csendben illet beszélni csak. Vagy csendben volt szabad beszélni csak. Még a 70-es években is, amikor Persze. gyerek voltál. Végig, igen. Hát ezt abszolút tabu volt természetesen. A másik dolog a könyvedből, is, ez az utolsó spoiler, ami miatt volt benned félelem a bevonulásnál, ahogy olvasnom, és itt egy idézet következik, hogy Bodnár Jancsit cinkoporsóban hozták haza, nem sokkal azelőtt, hogy leszerelt volna, mármint ugye 84-ben vagyunk, ami az afganisztáni háborúnak a, Igen az első időszaka. Lábam. Hát ez nem az első, hát ha jól emlékszem, 80, 80-ban kezdődött. 81, de 88-ig tartott, 9-ig? 88-ban vonultak ki? Igen, hát sőt, hát akkor kezdődött. Igen. A Nekem úgy lennék, hogy 85-ig volt még benne a levegőben, hogy ezt meg lehet nyerni kb. Azért mondtam, hogy Hát első még időszak. utána is. Vagy legalábbis még, még, még úgy volt, hogy, hogy azért még ez fontos. Tehát amikor te bemondolsz, akkor benne volt az a levegőben, hogy akár egy kárpátolaj magyar fiatal ott is... Hát ugye, ha teljes idézetet hoztad volna, akkor ugye az is benne van, emlékeim szerint, mert rég olvastam utoljára, és de szóval, hogy az is benne van, hogy elviekben ez engem, mint magyar nem fenyegetett. Elvben, vagy legalábbis azt mondták, hogy kisebbségéket nem bíznak, tehát a megbízható szláv srácokat vittek alapvetően. Mondjuk lehet, hogy a Bodnári Jancsiként szereplő-szereplő, egyébként Ukránnak volt például beírva. És hogy iskolába járt, az biztos. Azt tudom. De ismerek olyan magyar srácokat is, akik megjárták, vagy, vagy ott maradtak, tehát akik biztosan magyarként voltak mondjuk benne, de, de azért az esetleges volt. Tehát alapvetően tényleg oroszok, ukránok, fehér oroszok ilyenek mentek, akik egészen biztosan nem mentek, vagy szinte egészen biztosan azok ugye a tagsikok. Mert ők, ők hát ugyanazon hát ugyanaz, a, ugyanaz a a, nép, igen. Őket uh -huh. nem lett volna célszerű ott bevetni. Nem, nem. Egyébként a valahol... közép is csak ritka. Valami statisztika rémlik, ahogy itt olvasgattam, hogy, hogy a kárpátai magyarok közül is több ezeren azért voltak. Szerintem nem. Az, az túlzás, túlzó számnak? Én azt gondolom. Hát uh -huh. Most megint csak azt tudom mondani, hogy tudományos felmérés vagy tudományos adatok nem állnak rendelkezésemre, de szerintem én kizártnak tartom a sok ezres számot. Mindenesetre uh -huh. voltak páran, akik. akik több százat, egy-két ezeret még elképzelhetőnek, de ne, már nem tudom. Nem nagyon lehet hinni a statisztikáknak ezzel kapcsolatban sem. A, az a cinkoporsó egyébként így megfogta, vagy megütötte a fülemet, mert volt egy könyv, az volt az, hogy fiúk cinkoporsó. Valóban a lexyűjtés. Így van, erre, erre akartam utalni. És elkezdtem olvasgatni, hogyha már vidám témáknak vagyunk itt, hogy miért pont cinkoporsóban ugye ennek van valami fertőtlenítő hatása, hogy ezt lezárják, fermetikusan nem lehet, érdeké, érdeké. soha nem néztem utána, de. Mm -hmm. És egy érdekes dologra bukkantam az, hogy hogy, hogy hogy kezeli a halottakat, a melyik birodalom, hogy kezeli a hősi halottait. És olvastam egy cikket, amit pár éve jelent meg a Wall Street Journal-ben, ahol az volt, hogy amerikaiak, hogy kiszervezték ezt magáncégeknek, és a UPS és a Federal Express. <laughs> szállítja ők, 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 ők részben ők hozzák haza. Hát hogy most ez egy kis. Nem, ők nem annyira kopor, nevetséges. Milyen koporsóba rakják Ők Nem cím mert ők egy napon belül hazahozzák az elesett amerikai katonákat, tehát ott nem számít annyira, hogy ott elkezd bomlani a holttest, és ezt nem tartom nevetségesnek, nem azért, de van benne valami fura dolog, hogy hogy a Federal Express meg a UPS, ahol mi az Amazonról a könyveket rendeljük, egyébként ezzel is foglalkozik. Hát valakinek muszáj. Van, akinek muszáj. Az oroszoknál ez másképp volt, azt hiszem volt egy ilyen kódjal uh, kódjel is, nem, hogy... Uh, Kétszázas. Mi ez? Nem, nem, teher magyarul? Hogy van ez? Targó, igen, hogy szállítmány. igen, igen. És ezt még a mai napig is az orosz katonai szleng. Igen, ezt mondja. megvan, Az, hogy a halottak. Alexei Balabanovnak van egy nem durva film egyébként ezzel a címmel. Aha. Az, az, 2000 valamikor készült, egy 2000-es évek eleje. Aha, nem eleje, közepe. Közep. Berakjuk, a, vagy berakom a műsorjezetekbe ezeket a dolgokat, a filmet is, meg a könyvet is, aki Alexei is ugye Nobel-díjat is kapott, teszem 2015. Igen, én nem szeretem azt a könyvet egyébként. miért nem szereted? Hát szerintem politikai pamflet. Aha, milyen szempontból? Hát minden szempontból, tartalmilag, tartalmilag stílusában mindenben. Hm. Ugye nyugat-ukrajnai származás, de, de aztán, aztán országban élt, azt hiszem az apja szerintem volt nyugat Nem, eleve Fehér Aha. már a nevéből ítélve is, de most erre hm. nem mennék. Hm. És mit akart volna bizonyítani, mint politikai pamflett az a könyv? Mert ha jól emlékszem, az ilyen visszaemlékezések, anyák. Hát igen, igen, igen. igen, ö, igen. Nem jöttek igen. haza a gyerekek Afganisztánból, és földolgozta ott ezt a próbát, ezt a traumát. Egyébként az is érdekes, hogy minden generációnak megvan a háborús traumája, most ezekben a birodalmakban, most például Ukrajnában. Na de nagyon elkanyarodtunk a, a, a témától, tehát 23 hónap, több spoilert nem fogok akkor a könyvből, könyvből mondani, mert ütsz, pedig még akartam volna, mert volt egy dezertálásod is. De aki kíváncsi rá, az olvass el a, a, a könyvet, amit sikerült főbelövés nélkül megúsznod. Ami engem még a könyvben nagyon érdekesnek találtam, hogy nép szerint említett a katonatársaidat, Akmed Danov, Akmed Hanov őrnagy, Matkovszky, hadnagy, Panov zászlós. Van, nem, nem mindegyiknek, az volt, nem, egyéb... nem mindegyiknek az volt. Nem, nem, nem az volt. Nem, nem ez érdekes volt, hogy hogy a nyavajába emlékszik valaki ennyi névre, amikor ezeket a szörnyűségeket, hogy valaki 23 ban lehúz a szovjetunyban általában törli az ember. Nem, nem törli. Nem? Azt megmarad. Nem. Hát szerintem most, hogyha leülnék, vagy valaki leültetne a gép mellé, hogy írjam össze az összes nevet, ami eszembe jut ebből a 23 hónapból, szerintem 100 fölé mennék simán. Jézusom, én nekem eleve rossz a névem, ez eleve science fiction, nekem több mint száz névre emlékezni. Minimum minimum, hát a több mint száz az minimum, ez most, ez most hülye jött ki, de szólna, tehát a több mint száz névre emlékeznék, ez biztos. De most az előbb azt mondtad, hogy ez ilyen típusú szörnyűségeket, tehát ne, 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 ne kezeljük ekként. Tehát ugye arra is kitérek a könyvbe, hogy ugye semmi anekdotikus nem volt benne, de igazából nem volt szörnyű tehát nem, nem arról van szó, tehát, hogy, hogy szörnyű lett volna, vagy rettenetes lett. Tehát, amit fel is olvasta az elejéről, tehát nem kemény volt, hanem hosszú katonának lenni, most megint most én spoiler ezek, ez egy idézet, katonának lenni szünet. Amíg katona vagy, addig az életed áll. Mielőtt kint zajlik az élet, a te életed pedig nem zajlik. Ez ennyi? Nem dráma, ez nem költészet, ez próza. És ö, ilyen leíró próza, tehát semmi, semmi, semmi katarzis, semmi kulmináci, semmi. Az sem költészet, vagy az sem dráma, vagy az sem katarzis, amikor az ember 23 hónap után kiengedik a kapon. Az de, de, az igen. Az igen, de hát az megint véget ért a szünet, tehát ez annak, a, a, annak az öröme, hogy valami így akkor megint elkezdődik. Ugye azt hiszed egyébként, hogy folytatódni fog, de hát nem. Tehát nem az folytatódik, ami abban maradt, hiszen akik kint voltak, azok már máshol járnak és akkor előről felépítesz valamit, valamilyen szinten, nyilván arra támaszkodva, ami azelőtt volt, de, de valami újat. Ilyen értemben igen, van egy, van egy, ennek van egy katarzisa, de az ott töltött idő semmi katartikus, és uh, semmi fontos nincs. És semmi szörnyű sincs. Hát nyilván apró szörnyűségek vannak, mert ugye bizonyos dolgok, hát amit megint csak azt idézted az elején is, hogy a erőszakról, meg a hazugságról, ezek vannak, és ezek nem kellemes dolgok, meg, meg mit tudom én, de ezek se drámaiak. Ezek is prózaiak teljesen. És hát ne felejtjük, hogy azért az emberek többsége, aki volt katona, az általában vicces anekdotákat mesél róla, de hát nyilván mi megpróbáltunk túllépni az anekdoták világán ebben. Hát vicces anekdoták nem nagyon vannak, mert nem is vicces, de azért nem úgy kell elképzelni, hogy ütöttek, vágtak minket, és fetrektünk a sárban 23 éven keresztül. Hát, de hogy is. Vagy 23 hónapon keresztül? Szó sincs róla. Szóval a szörnyűség az nem áll meg. Azt nehéz nekem még elképzelni, hogy ugye a Szovjetunió, amiről azt szoktuk gondolni legalábbis, akik nem éltek benne, hogy minthogyha egy folyamatos megdermett időben lett volna az ország, hogy két év alatt annyi minden változott Kárpát és hogy, hogy, ez a szünet, ez ilyen katartikus élmény volt. Hát az, ahhoz nem kellett a birodalomnak sokat változni, ahhoz az embereknek elég volt öregedniük két évet. Mondok egy egyszerű példát, hát az a társaság, amelynek a része voltam azt megelőzően az egyetemen, hogy bevonultam -e volna, az a társaság, amikor kijöttem abban a formájában, már nem létezett. Ez azért már így önmagában elég, tehát ez nem kell magának a birodalomnak megváltozni. De egyébként maga a birodalom is elég sokat változott, hiszen amikor én bevonultam, akkor még nem is tudom melyik Csernyenkó volt már, amikor meg leszereltem, akkor pedig már bőven Gorbacsó korszak volt. És hogy más nem mondjak, egy egyszerű példát, 18 évesen beengedtek a kocsmába, 20 évesen meg nem, mert felemelték a kocsmalátogatás alsó korhatárát 21-re, ugye a korbacsovi törvényeknek köszönhetően. Ez például egy elég érdekes változás volt. Tehát kijöttél, leszereltél, és nem tudtál elmenni inni. Hát el tudtam, mert be lehetett azért így úgy lógni, de volt olyan, hogy megállítottak és nem engedtek. De be. egyébként Gorbacsovnak miért jutott ez eszébe akkor a, ugye, a kezdődgetett, Ezen hogy én az alkohol elős háborút akkor hirdessem. Akar. Hogy ez neki miért volt jó, azt nem tudom, hogy miért jutott eszébe, azt tudom, hát azért jutott eszébe, mert már alkoholista volt az egész ország, és mind, mindenki hívott a munkahelyén, meg a, meg a mindenhol. Tehát, ugye előtte erre nem emlékszik már senki, Andropovnak is voltak erre vonatkozóan kísérletei, de ő azt hiszem, hogy csak azt tiltotta be, hogy reggel 9 előtt akkor kortáruljanak a, a közértekbe. <laughs> Viszonylag enyheg kompromisszum. Meg viszont. hasonlókat Neki is volt egy-két húzása. Ő a munkából való lógászat ellen lépett fel nagyon határozottan. Ott volt olyan, hogy valakit munkaidőben igazolatlanul elkaptak, a, mit tudom én, az utcán, felnőtt meglett embereket, akkor bevitték őket és kaptak 15 nap elzárást meg ilyenek szóval, hogy ilyen is volt, a idejében ilyen már nem volt. De hát baromi sokat hívott az ország, szerette volna, hogyha kevesebbet iszik az ország, ezt úgy gondolta megvalósíthatónak, hogyha, hogyha, nehezíti az alkoholhoz jutást, vagy megdrágítja az alkoholt, hát megcsökkenti a Mennyiségét, ugye hát Kárpátyán is a szőlőhegyek egy jelentős részéről elpusztították a szőlőt, például ebben az időszakban. Volt egy ilyen rendet is, hogy a magnetas szőlő bírt is kivágták, hogy hát ne lehessen. Nem, volt nem, a, nem a lakosság privát tulajdonos a szőlőjét, hanem az állami gazdaságoknak a szőlőjét. Na azon gondolkozom, hogy ugye előbb említetted, hogy a szovjet hadsereg volt az, ahol nem volt rend. A Szovjetunióban pedig ugye a 80-as évekre ezek szerint eléggé dívott a de korábban is a munkai alkoholizmus. És felmerül bennem, hogy mitől tudott működni mégis ez az ország, vagy ez a birodalom ilyen hosszú ideig, hiszen... Hát akkor már nem tudott azért. Különben nem umlott volna össze, hogyha még mindig tud. Nem tudom, hát nem vagyok történész. Nyilván a különböző keményebb kezű diktatúrák idején működtette a diktatúrák természete valamilyen szinten. Aztán egy idő után már se tudta. Aztán hát, hát, minden, minden ellaposodott. Ez tényleg akkor már nem a, akkor már. Tehát ez már nem a gonosz birodalma volt, hanem tényleg a hazugság birodalma volt. Tehát mindenki hazudott, mindenki hazudott mindenkinek. Úgy értem, hogy maga a rendszer lényege volt a hazugság, hát meghamisították a statisztikákat, mindent, mindent meghamisítottak, hát mindent elloptak, tehát mindenki hazahordott a munkahelyről, mindent, most a mindent, tehát nem mindent, de sok mindent. Hogy hogyan tudott idáig, miért nem omlott össze korábban? Hát a fene tudja. Hát hiszen menet közben úgy gondoltuk, hogy örökké tart, még 86-ban is úgy gondoltuk, hogy örökké tart, talán még 87-ben is. 88-ban szerintem már nem. De hát még akkor se tudtuk elképzelni azt, hogy mondjuk lehetséges így megszűnnie valaminek. Egy világrendnek történetesen. Mert hogy az irracionalitás itt beugrott, nem a könyvedben olvastam, tehát most nem spoilerezek, <laughs> hanem egy korábbi visszaemlékezésedben, és nem a hadseregről szólt, hanem a técsői világról. Majd csak egy példát említsek, ott írtad egyszer, hogy, hogy a kenyér annyira olcsó volt, ha éppen volt, hogy takarmánynak használták. Hát, disznókat etettük vele, persze, igen. Amikor éppen oda találtak egy kocsi. Hát nem, hát ez egy olyan időszak volt, hogy mindig oda talált, csak azt nem lehetett tudni, hogy mikor ér oda reggel nyolckor, vagy délután kettőkor, úgyhogy egész nap álltunk sorba adott esetben. Ez az egy ilyen gyerekeknek ilyen programot, volt, hogy kiküldték, hogy sorba állni, a igen, 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 hát lehetettük a bolt elé, vagy a bolt mellé a táskákat egymás után, a táskák sorba pedig bockottunk aztán, hogyha jött a kenyeres autó, akkor Siettünk vissza a táskákhoz, aztán mindenki kapott hatot, hatot adtak, hat, hat úgymond félbarnát adtak, ilyen barna vályok kenyeret adtak, és egy fehéret lehetett még venni hozzá. Ez volt a maximum, tehát többet nem lehetett venni. A hat félbarna kenyér az darabja 16 kopejka volt, az összesen 96, egy rubbát adtunk, a négy kopejka visszájárót megtartott a boltos automatikusan. Nem csak a nevekre emlékszel, jó? Ez azért egy alapvető élmény. Jó, visszajöttél, leszereltél, és akkor még négy évet, immár sikeresen, vagy öt évet, a ungvári... Még négyet. Négyet, Ungári magyar... Nem magyar, az ungvári állami egyetem. Nem. Akkor állami egyetem volt, most már természetesen nemzeti egyetem. magyar nyelv és irodalom szakán, Böcsészkor, magyar nyelv és szak. És ott, ott, is végeztél. Aha. És amint elvégezted, az volt... 1990. 90, és rá egy évre jöttetek át. Féle. Fél. 91. február. Ez a döntés, az hogy született meg? Vagy menj, hogy, hogy kell elképzelni? Egyszer csak úgy ébredtél fel, hogy megyünk? Hát nem tudom. Ez, ez bonyolult. Tehát ez, ez, ez biztos, hogy nem tudom szóba elmondani. Igen. A semmibe? Hát majdnem, majdnem. Előtte azért szétnéztünk itt barátaink, ismerőseink körében, hogy, hogy esetleg tudná valaki valami munkát, vagy nem tudom. Aztán, amikor átjöttünk, akkor még nem volt, tehát februárban jöttünk el, és aztán május végén álltam be végül a kurírhoz, az akkor még létező kurírhoz korrektornak. Az egy napi lap volt, csak azoknak mondom, akik nem értek akkor. Sőt, abban az időben még napi két lap volt. hogy van igen, mert volt egy estés. Kétszer megjelő napi lap volt, igen. Viszonylag rövid ideig. Összesen szerintem maximum két évig. És akkor még nem volt, nem egészen volt egy éves a kurír, amikor én beálltam. Az érdekes, hogy a tévé és a rádió korában is viszonylag sokáig tartotta magát a reggeli lapi, meg a délután, esti, esti lap. A reggeli az ugye hát egészen mostanáig. Hogy a délutáni azért azért sokkal, tehát az elejétől kezdve, a legelejétől kezdve sokkal kevésbé fogyott. Tehát ugye a, a reggeli, az több mint 100 példány számot is elért, talán 120 volt a maximum, de az is lehet, hogy még több, nem emlékszem már pontos számokra. Az esti az sokkal kevésbé ment, tehát az ötöde fogyott annak, ami, ahogy a reggel elment. ez valamikor az esti hírlap valamilyen valami olyan 96 hét lehet, most lehet, hogy hülyeséget mondasz. Nem pontosan, hogy a, az esti kurír hamarabb szűnt. Az, nem az esti kurír hamarabb szűnt, nem, de akkor a 90-es évek közepén véreztek el teljesen a, az esti lapok, ami egy érdekes világ lehetett. Nem tudom, mikor volt a lapzárta, háromkor, délután három. Hamarabb volt. Hamarabb volt, sokkal. Nem, nem emlékszem pontosan, hogy mikor, de a legkésőbb délben, de még az is lehet, hogy hamarabb. Na ez az a, ez az, az újság típus, ami már nyomokban sincs, ugye, sehol. Nincs. De ha már újságról beszélünk, akkor végigszaladhatunk azon nagyon gyorsan, hogy innen ho hova vezetett a karriered, megérkeztél a semmibe. Hogy a főnök. Felálltál a <laughs> vagy beálltál a az esti kurírhoz, korrektornak? És Mind a kettőhöz? Az estihez és a reggelihez. Hát ez egy, egybe volt teljesen. Aha, de akkor volt olyan, hogy lenyomtál egybe? Milyen hosszú műszakokat? Úgy nézett ki a munkabeosztásunk, hogy 3 nap 6-tól 2-ig, 3 nap 2-től 10-ig 3 nap szabad. Na, de innentől kezdve annyi minden be belevágták később, hogy majdnem, hogy egy és fog, fogok persze, de ha azt mondom, hogy a reneszánsz ember, azt lehet, hogy arra értik, aki még repülőt is tud vezetni, de azért elég, elég sok minden kapcsolódik így a nevedhez. Kurir után mi következett? Kurir közben volt egy 9 hónapos kanyar a Magyar Narancsnál, azt nem szerettem, úgyhogy visszamentem. Mit nem szerettél Hát semmit. És pedig ilyen nagyon vagány lapnak tűnt az akkor. I igen, de mit tudom, én nem szerettem éjszaka dolgozni például. Volt, hogy reggel hatig dolgoztunk, este nyolctól, és ezt nem, nem szerettem. Összeszedettebb volt a kurírnál a dolog, úgyhogy visszamentem. Meg hát lehet, hogy a, azzal a reménnyel mentem a Magyar Narancshoz, aminek én nagyon lelkes orvosolja voltam akkoriban. Én akkoriban egy kárpátaiként és kezdő magyarországi lakosként én egy kifejezetten hogy úgy mondjam, ultraliberális ember voltam, és nagyon lelkes olvasója voltam a magyar lelensnak. Én még a cápa számon is nagyon sokat nevettem. Amikor a pápat Igen. A szápaként ábrázoltak, ugye ez hát volt egy nem, ilyen... Nem ábrázolták cápa, csak cápa látogat. Cápa látogat de elszórakoztak, szólt, igen. elszórakoztak igen. több ponton is, vagy több szempontból is ezzel a szójátékkal, és igen, ez az az nagyon nagy felháborodást váltott ki. volt, igen. Nagyon nagy felháborodást váltott ki, a, hát hogy úgy mondjam, a nem liberális körökben. Na mindegy, szóval nagyon szerettem a és talán azzal a reménye is mentem oda, hogy akkor én most ott előbb-utóbb újságíró leszek meg minden, de, de aztán nem, ezt nem láttam megvalósíthatónak abban az időben. Aztán nem is voltam rá felkészülve. Korrektorként mentem vissza a kurihoz is. De összességében öt erősöt át voltam korrektor. Ezen a két helyen. És aztán kurírnál lettem belpolitikai újságíró, de, de az úgy, hogy a sportrovatban nem volt hely alapvetően akkor éppen sportújságíró lettem volna szívesen. De nem bánom, hogy nem az lett. Bár az is voltam végül is, mert is vezettem később az Indexnél. Szóval Kurinál lettem újságíró is, 96-ban, és aztán Kurir beszántása előtt fél éve jöttem el onnan. Mármint parlamenti tudósító a Magyar Hírlaphoz, aztán onnan a Világazdasághoz, aztán onnan az Indexhez aztán onnan az origóhoz, aztán cink. Origónál ugye azért elég magas polcon voltam már. Igen, hát az origónál főszerkesztő voltam. Igen. Ez még jócskán az előtt volt, csak a hallgatóknak mondom, mielőtt az origó így más irányt vett volna egy kicsit. Igen, szóval, igen. És aztán cink, és aztán magyar nemzet, és aztán kész. Most már azt gondolom magamról, hogy nem vagyok újságíró. Azt gondolod, hogy nem vagyok újságíró, ez elég súlyos kijelentés. Mióta gondolod magadról, hogy nem vagyok újságíró? Néhány hónapja ezt így magadban el is döntötted? Tehát egy tudatos... Hát remélem. Nem szeretnék még egyszer az Miért nem szeretném. Mert nem, nem szeretnék. Sok, sok oka van ennek. Mondj egyet. Uh, nem... Nem tudom. Zavarba hoztál. persze, aki nagy kijelentéseket tesz, az számítson rá, hogy visszakérdeznek, hogy miért. Elfogyott a, a hely, meg az idő, meg minden, nincs már újságírás Magyarországon. Vagy nem nagyon van abban a formájában, ahogy én gondolkodtam róla régebben. Szűk körülötte a levegő minden szempontból. Hát ugye a konzervatív újságírás, ugye teljesen megszűnt, megszüntették, a baloldali újságírás pedig hát egyrészt, ugye nem volt rám szüksége, és emiatt egy kicsit meg vagyok sértődve, másrészt pedig... Ez azt jelenti, hogy a magyar nemzet első, tehát 2018-as megszűnése után nem hívtak sehova? Nem. Másrészt pedig ez a aktivista dolog, ez engem nem, nem vonz, nem, nem érdekel. Tehát hangsúlyozom, tehát később az is lehet, hogy meg fogom hazudtolni még magamat, soha nem lehet tudni, tehát ezt most, most mondom. És remélem, hogy amikor publikusát teszed, akkor még így fogunk gondolni. Még nem dolgozol az indexen? <laughs> még nem. Szóval, hogy nem érdekel engem ez a szekértábor logika mentén szerveződő újságírás sem. Hát semmi nem érdekel engem, ami szekértábor logika mentén szerveződik. És azt gondolom egyébként a baloldali kötője a liberális újságírásról is, most persze én is leegyszerűsítek és katujázok, de azt gondolom róla, hogy egyszerűen elfogadta a politika játékszabályait mindig is elfogadta persze, de most száz százalékban elfogadta. Tehát itt a politika és... alatt most a Nemzeti Együttműködés rendszerének a játékszabályt értjük? Hát igen, de hát annak része az ellenzék is. Tehát nem lőcsölném én ezt rá kizárólag a Nemzeti Együttműködés rendszerét. Én azt gondolom, hogy vagy, vagy azt gondoltam volna, hogy akár a nemzeti együttműködés rendszerével, de, de akár a jelenlegi politika, és most nem csak a magyarországi politikára gondolok, hiszen azért nem kis részben globális jelenségnek, vagy jelenségeknek vagyunk tanúi. Azt gondolnám, hogy ezzel szembe helyezkedni nem úgy lehet, hogy az aktuálisan uralkodó politikai alakulatok, kal szemben fogalmazom meg önmagamat mindenképpen, hanem, hanem kísérletet teszek arra, hogy kilépjek ebből a játékszobályokból, és akkor vagyok mondjuk igazán független. Vagy ezeknek a játékszobályoknak a hatája alól. Tehát nem az határozza meg az én hozzáállásomat a világ dolgaihoz, hogy, kurvanyát Trump vagy kurvanyát Putin, hanem az határozza meg, amit én a világról gondolok, és ahhoz, hogy a világról gondolkodjam, ahhoz nekem sokkal több mindenre van szükség, mint a mindennapi Trump és Putin kijelentésekre vagy tettekre. És én most úgy érzem, hogy ennek a fajta hozzáállásnak, ami persze lehet, hogy így egy kicsit elitistán vagy nagyképpen hangzik, de azt gondolom, hogy ennek az a fajta hozzáállásnak nem nagyon van terepem a lehet, hogy sehol, nem ismerem annyira nem, ez a nemzetközi sajtót, de Magyarországon szinte biztosan nem. Tehát mondom, a jobb oldali sajtó az ugye megszűnt, tehát azt elsöpörték kész, nem létezik, ugye egy kísérletet ismerünk a válasz online révén több-kevesebb sikerrel, ugye őket én nagyjából kedvelem a egy szállat nem, de hát mindegy, nem lehet, senki se lehet tökéletes. De természetesen a végtelenül felszínes és egyértelműen amerikai narratívájú Oroszország megközelítést gondolok. Ezt teged miért idegesít egyébként? Ez hát mert miért nagyon felszínes? Előjött egy... felszínes. Egy korábbi interjúban egyébként pont Géfodol Gábor készítette még évekkel ezelőtt. Most nem, mint Rossz élményre akarlak emlékezni. Nem erre. volt rossz élmény. És akkor ott is megfogalmaztad, hogy hogy Oroszországot azért nem kéne nyugatellenesnek tekinteni, mert hogy Európához szeretne tartozni. Ez a mai napig igaz? De szerintem ez kopik persze. Hát folyamatosan kopik. De hát azt tudjuk. Tehát Putin a pályafutása elején semmi más nem akart, mint haverkodni az amerikaiakkal. Meg a nyugattal az egyenlő respekt feltételei mellett természetesen. De hát azt is tudjuk, hogy a Szovjetunió szétesése után Oroszország gyakorlatilag ott pitizett Amerikának, hogy kössenek stratégiai partneri egyezményt, ugye Amerika ezt nem akarta. Tehát az oroszok nagyon sokáig úgy álltak hozzá a nyugathoz, hogy mi is nyugat szeretnénk lenni. Hát most most az oroszok alatt az orosz politikát értem, az orosz ember, az szerintem még most is a nyugat része szeretne lenni és sokkal jobban sikerül neki, mint a Szovjetunió idején, de hát egyre kevésbé érthető okokban. Ez vonatkozik a nem csak klasszikus értelme vett európai területekre is, tehát hogy mondjuk egy távol ázsiai mondjuk a városban, Vladivostokban ugyanúgy Persze. európai és nyugati Persze. orientáció. Egyértelmű. Ez egy meglepő de miért? Dolog. Mert hogy messze van. És hogy úgy szóltuk meg, hogy hát időtlenség, meg hogy keleti mentalitás. és hogy Ez nyilván, ez mindig az, persze. De hát mi szeretne lenni, vagy mire, mire gondolhat ehelyett? Hát mondhatja azt is, hogy mi nem. Hát ugye Magyarországon is vannak ilyen hangok, hogy mi koppány, ivadékai. Ja, és sokan és vannak. A... Hát azért sokan vannak. Hát akkor sokan vannak a futóban, nem tudom. Most nagyon szigorú voltam a futóbolondokkal szemben is talán. Tehát nem azt mondom, hogy, hogy most olvadjunk be, és mostantól kezdve nem tudom, teljesen ugyanazt csináljuk mi is, mint az angolok, vagy a franciák, vagy a nem tudom micsoda. Nem, én csak azt mondom, hogy, és szerintem ez lehet, hogy abban a g féle interjúban is mondtam, de lehet, hogy nem mondtam, akkor írtam valahol, tudja fene. Tehát ezek az emberek ugyanúgy rock'n'rollt hallgatnak, mint mi, vagy éppen elektronikus zenét most, vagy a franc tudja őket, hogy most micsoda. És azt is mondhatnám, hogy ugyanúgy facebookoznak, mint mi, hogyha én facebookoznék, és hogy ők nem kontaktjét használnának, de az csak azért van, mert véletlenül sikeres volt az a projekt. Mondhatnék egy egyszerű példát is, és hogyha akkor már szibéria szóba került, akkor ez meg pláne tehát ugyanúgy jégkorongot játszanak, mint a kanadaiak. Tehát most miért lennének ebben a szempontból mások? Azzal együtt, hogy nyilvánvalóan vannak, vannak bizonyos dolgok, amikben, hogy nem, most nemzetkarakterről tényleg nem akarok okoskodni, de hát amik nemzeti sajátosságnak mondhatók. És akkor itt visszakanyarodhatunk a az, elő, által, az előbb lefutó bolondozott emberekre. Hát nem, nem tudom, hogy ők mennyire akarnak más valamihez tartozni, de hát most a nyugati kultúra, nem a nyugat majmolását értem, vagy amikor európai identitásról beszélek, akkor nem a feltétlen, feltételek nélküli beolvadásról, vagy nem tudom, miről beszélek, hanem arról beszélek, hogy ez mégiscsak, ahogy a miniszterelnök úr szokta mondani, ugye zsidó-keresztény kultúrkör, vagy, vagy kulturális hagyomány ennek ugyanúgy részese adott esetben Oroszország is, még hogyha a maga bizánci módján részese is. Még annak ellenére is, hogy azért bár én ebben sokáig kételkedtem, de azt hiszem egyre több jele van annak, hogy tényleg aktív politika folyik Oroszország részéről, hogy az Európai Uniót szétverje. Hát, hogy szétverje, abban én nem vagyok biztos. Nyilván nincsenek a birtokomban titkosszolgált jelentések, meg semmi, de én továbbra is azt gondolom egyébként, és azt szoktam kiolvasni a hírekből, persze lehet, hogy tévesen, és most nem a magyar nyelvű hírekre gondolok, de azt szoktam kiolvasni a hírekből, hogy Oroszország sokkal inkább szeretne mondjuk Németország barátja lenni az Amerikai Egyesült Államokkal szemben, mert az Amerikai Egyesült Államok az ugye megint mumus, és tovább okoskodva ezen a szálon, a 80-as években, vagy akár a 70-es években, ugye Amerika volt a gonosz a állami propagandában. Mint ahogy egyébként Amerikában is nyilván Oroszország, vagy hát a Szovjetunió, de amit leegyszerűsítve Oroszországnak neveztek, volt a gonosz szintén. A gonoszra most is nyilván mind a kettőnek szüksége van. A másikban, vagy a másik személyében, még hogyha az amerikaiaknak egyébként kevésbé is, mint az oroszoknak az amerikaiakra most éppen. De van egy különbség azért, tehát a 70-es, 80-as években mindenki farmert akart hordani, mert Coca-Cola szeretett volna inni Oroszországban, de egyik sem volt kapható. És mindenki Rolling Stones szeretett volna hallgatni, vagy ahogy telt múlt az idő, úgy az újabbakat, és baromi sok pénzt fizetett azért mondjuk adott esetben egy, -egy lemez, vagy egy, -egy nadrág esetében, hogy ezt megdehesse. Most Amerika sokkal kevésbé jelképe annak az elérhetetlen mennyországnak, ami egyébként mondjuk 30 évvel ezelőtt, illetve most már lassan 40 volt. Ez egyébként szerintem egy érdekes változás. Ez, ez, ez tényleg, én sem gondoltam bele, ez milyen következményekkel jár egyébként? Nem tudom, hogy az hosszú távon milyen következményekkel fog járni, azt tudom, hogy a, a, az orosz emberek nem gondolják azt Amerikáról, hogy tehát jelenleg, és ez nem csak az orosz állami propagandának köszönhető, hiszen az állami propaganda az mindig csak korlátosan tud eredményesnek lenni. Tehát úgy értem, hogy a 70-es, 80-as években azért hiába volt tényleg mindent eluraló a propaganda, azért vágytunk a farmer drágra és a coca Most ez a fajta hidegháborús hangulat, amit kibontakozott az elmúlt 7-8 évben, és persze különösen a krím után, teszem hozzá, nem kis részben joggal, tehát nem vagyok. Az orosz imperialista politika barátja ezt ugye félre szokták érteni sokszor, mert hogyha valaki mondjuk egyáltalán szóba hozza, hogy nem feltétlenül úgy van valami, ahogy azt a Guardian megírta, akkor ugye azonnal orosz barát lesz. Az orosz kultúrának vagyok a barátja, nem Vladimir Vladimirovicsnak. Szóval ez a fajta szembenállás, ez az emberek egy jelentős részéből egyébként kihozza a nyugattal szembeni, és a nyugatart itt elsősorban Amerikát kell érteni, sőt, szinte kizárólag Amerikát kell érteni, tehát a vele szembeni gyűlöletet. Még azok között az értelmiségek között is, akik egyébként nagyon nem szeretik a jelenlegi rezsimet az egy nagyon érdekes felvetés, vagy izgalmas, mert így ugye bele gondolunk, akkor lehet látni, hogy a 70-es, 80-as években az amerikai javak, kulturális, legyen szó kulturális javakról, vagy, vagy ugye a farmendradágról, akkor coca cola a McDonald's-ről, akármiről, ezek együtt utaztak, vagy ezeken keresztül utazott az ideológia is, vagy a szabadság az eszmény is, a demokrácia eszmény is. És akkor ezt ugye most a mivel ezek a javak hozzáférhetőek a nagyvárosokban legalábbis mindenképpen, vagy mindenhol. Hát, mindenhol hát ki, ki kínában hát legyárt... nincs, nincs meg de... Igen, Kínában legyártják, ha éppen nincs eredeti belőle. Ez megszűnt ez a lába az amerikai soft power-nek. Hát És hogy ennek, ennek érdekes következménye is lehetnek, illetve hát azért van egy gondolom, van azért egy történelmi nyugatellenesség is Oroszországban, az értelmiségben is, ez nem egy új jelenség. De nem tudom, tehát ugye most megint olyan dolgokról okoskodom, ami, amihez azért úgy az igazából nem értek. De... Nekiben többet, mint én. De, de nem tudom, a 19. században is, hát mm. hogy beszélt az orosz elit? Milyen nyelven? Ezt tudod? Csak nem ugrik be, franciául. Tehát akkor is a nyugat volt az, vagy még egyet visszalépve. Hát mi volt a célja Nagy Péternek Leningrádda ugye kapu Európára, egy európai típusú nyugat, hát ugye levágatta ezeknek a, 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 a szakállát, hogy ne legyenek már, legyenek európaiak. Tehát ugye végig vonul ez a törekvés gyakorlatilag onnantól kezdve, és most megint leegyszerűsítjék, tehát hogyha történészek hallgatnak, akkor bocsássák meg ezeket a leegyszerűsítéseket, de onnantól kezdve, hogy a tatároktól úgy, ahogy sikerült megszabadulni, onnantól kezdve folyamatosan ez a nyugatra tartás van. A kommunizmus az egy másik történet nyilván, de hát ugye azt is nyugatról tetszettek hozni az eszmét magát. A módszereket azokat már Magát Lenint is nyugatról tetszettek visszahozni, igen, meg mindenkit egyébként, vagy majdnem mindenkit, mondjuk pont sztálint, nem tudom, Bakuból vagy honnan, de hogy, hogy az is a nyugati eszmét átültetjük. Hát nálunk a gyakorlat az ilyen, kezét csokolom. Hát igen. 19. században ugye azért az az orosz messianizmus, irodalomra gondolunk, azért ez egy elég erős. Hát gondolat ez, ez volt. Erős persze, de hát. Ha már értelmiségről. Igen, 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 de alapvetően, alapvetően tényleg. És ez is tök érdekes egyébként, hogy a Napóleon után néhány évtized, de hát, nem, de hát már Napóleon közben is. Tehát azért gondoljunk csak bele, ez most, most jutott így hirtelen eszembe, a háború és békének a fele francia. Franciául beszélnek az oroszok már akkor. Tehát mm. uh, annak ellenére, hogy nem voltak túl jó élményeik azért a, hát, az időszakban. De már előtte is, úgy értem, az orosz tisztek franciául beszélnek a háború és békében nagyon sokszor, mert az a nyelvük. Szóval, hogy, hogy ez a nyugatra húzás, ez mindig megvolt. Az, hogy most ez a rezsim itt időnként hisztériázik, arra is nyilván megvan a magyarázat. Az, hogy az Európai Unió titott piszkálja, szintén, hát ez meg megint csak. Tehát most ne, én nem tudom, hogy ki mondta a másikra először, hogy akkor most legyen megint az ellenségem, még inkább, mint valaha. Biztos, hogy az oroszok? Hát ez, ez nehéz, hogy nyilván ott Ukrajna, az egy válasz. És Ukrajna, az miért történt? Hát ha ebbe belemászunk, akkor, akkor ebből soha nem jövünk ki a műsor hát egy, tudom. Igen, igen. Krimi, nagyon krimet, nagyon miért vitték el? Igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas kérdés. Az biztos, én azt gondolom, hogy csak én is mondjak erről egy fél mondatot, hogy nyilván volt egy nagyon erős nyugati nyomásot, csak például pont az Európai Unió elfelejtett abba begondolni, hogy mi van akkor, hogyha Oroszország is lép valamit az ukrajnai változásra. Nekem ez volt a benyomásom. felkészülten mindenkit, hogy Egyszer csak megjelentek hát az, az azt gond emberek. Azt gondolnám, hogy az amerikai titkosszolgálatokat egyébként nem. Én az elmúlt 15 év amerikai külpolitikát nézve nem vagyok erről meggyőződve. Hát az is lett. Fu Fura dolgok történtek hogy hogy itt. Ami... képzelünk róluk, igen. De valószínűleg az oroszok is sokat képzelnek róluk, aztán, tudjuk a krímes esetében nyilván megpróbáltak elébe menni. Nyilván úgy gondolták, hogy szevasztopolt nem adhatják fel. Igen, én valahogy úgy érzem, hogy ez 20 éve volt náluk fektetve valami dokumentumban, hogyha ez történik ott, akkor ez történik Na, itt. Ne? Nem tudom. Ez volt a benyomásom, hogy ez kész. Hát azt, volt a, hát azt azért, a... hát, hát tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, azért a, a, az utóbbi évtizedek egyetlen győztes terület háborúja. Mármint részéről? Hát bárki részéről szinte. Igen. Most egy, most egy, most egy olyat mondta, hogy így hirtelen beünt az agyam, hogy hát elkezdtem e, még tehát ez most, most, Tehát jutott, amikor egy így. birodalom szertett még egy kis területre, igen. és nem lett ebből olyan nagyon nagy baja eddig. Hát így van, és ráadásul vér ez, ez Bár az, nélkül tett szert. Tehát még igaz, hogy ez egy orosz nyelvterület volt. Hát, hát ugye meg a Oroszországnak a szíriai beavatkozása sem nevezhető eddig kudarc történetnek, nem is, tudom, mi igen. lesz belőle. Meglepően profi volt, igen. Hmm. Ezt most megint úgy hangzik, mintha agyba főve dicsérnénk a rezsimet, nem a rezsimet dicsérjük. Nem, én inkább azt szoktam mondani, hogy itt valami Amerikával történt, ami, ami elég, elég furcsa. Úgy mondom hát ezt de egyébként, miért furcsa? De hát Amerika meg elvette Ukrajnát Oroszországtól. Még a 90-es évek elején? Nem, most. Hát azért ott a, a Ukrajna leválasztása... Hát akkor másodszor most. Másodszor most. Igen befolyási övezetként Ukrajna az oroszoké volt 2014-ig, ez nem kérdés. Most pedig, hát finoman szóval sem az ők. Hát ezek messzire vezető dolgok. Én nagyon szívesen beszélgetek erről veled, csak akkor nem lesz idő arra, amit említettem, hogy az élet napos oldala. Menjünk át rá. Menjünk át rá. Még az életárnyékos oldalán azért megemlítem, hogy hány szerkesztőséget is lőttek ki a hogyha összeszámoljuk. Ja, hát ugye az a origó, hát a cink az másokok miatt szűnt meg. Magyar, hát három. De, ja. Háromszer szerkesztőség, úgyhogy nem csodálkozom azon, hogy egy kicsit eleged lett az újságírásból, azon csodálkozom, hogy ez csak az elmúlt hónapoknak a fejleménye, hogy így lezártad magadba, vagy ez hosszú ideig tartottam, még a kilövések után eljutottál oda, de hogy meg ezt is így... jártam 20 évig. Vagy több. Több. 1996 kötője 2018 az 22. 22. Ez csak az újságírás része, igen. És ugye sok... És hát azért előtte is írtam már korrektorként is. És sokat foglalkoztál belpolitikával. Mondjuk én, most is írok persze. azt még a magyar hangban is írsz, csak nem politikáról. Magyar hangban is írok, így van. És hogy nem politika, igen, hogy nem csak politikáról. Két olyan dolgot is említenék, vagy hármat, amiről azok, akik nem csupán a politikai lánt érdeklődtek az elmúlt 22 évben, megismerhették a neved. Az első, ami eszembe jut, az a művelt alkoholista. Hogy ez hogy jött? Mert azt gondolná az ember, hogy Oroszországban ugye alkoholt <laughs> meg, meg kölni vizet, ugye hát nem, ez be, ez megint kölni a hadseregben, hogy ez hogy, hogy, kerül valaki a minőségi alkohol közelébe? közelébe? Hát, ugye a művet az már egy jóval későbbi történet. A, én a bor kultúrával 90-es évek közepén kezdtem el foglalkozni, amikor még viszonylag gyerekcipőben járt Ezeket a történeteket is megírtam ezt szerintem sokszor, tehát egyszerűen találkoztam tök véletlenül finom villányi borral, amiről kiderült, hogy finom, és azelőtt nem tudtam, hogy a bor finom is lehet. Mi azelőtt milyen emlékeket őriztél a borról? Hát vagy savonyú volt, vagy édes, de finom nem. És aztán elkezdtem érdeklődni iránta, akkor még, hogyha érdeklődtem valami iránt, akkor nagyon érdeklődtem, és ez azt jelentette, hogy úgymond szakirodalmat is olvastam hozzá. Aztán nyilván a gyakorlat is sokat számított, meg elmentem helyszínekre is, már mint akár helyszíni riportokra, pincelátogatásokra, stb. Aztán ez így fejlődött magától. Ez 96-ban kezdődött, tehát gyakorlatilag az újságírói korszakommal egy időben tehát már a kurírba is írtam borról. Aztán a világgazdaságban volt egy borkultúra oldal, ö, azt hiszem két hetente egyszer. Gyakorlatilag egy lett, hogy mi. Szóval, hogy, hogy ezek mind voltak, és a művelt alkoholista az már odaim már úgy keveredtem oda, hogy viszonylag ismert ismert figura voltam ebben Mondtad, hogy bor szakíró. Hát szakírónak soha nem neveztem magam, mert én soha nem tanultam ezt sem. Nem is akartam nem szeretek tanulni. Na, szóval, hogy euh, akkor én már elég ismert voltam ebben a szénában, vagy nem tudom, miben, és úgy hívott a Búj Péter, hogy esetleg csatlakozzam hozzájuk. Ez a alkos az Index árnyékában jött létre. E hát igen is, meg nem is. E -hát, akkor még nem az Indexnél dolgoztam, mikor elkezdtem írni a művetalkolistára a Tehát két. Tehát ugye új Péternek volt egy saját borblogja, azt hiszem még a free blogon, volt -e, volt -e egy free blog, ugye? Rémlik egy ilyen azt hiszem, hogy még is ott is volt, ilyen. Tannin címmel, és volt egy Alföldi Merló nevű srác, egy, egy szegedi angol tanár, aki még mindig a motorja jelenleg is létező, mivel a ami amihez nekem már hogy legalább tíz éve nincsen közön. Szóval, hogy ők ketten álltak össze, és a, mindkettőknek nem volt egy, egy borblogjuk, és akkor ők így összeálltak, és akkor én csatlakoztam hozzá kívülről, aztán meg még később sokan mások is. Ez volt az a korszak, amit <laughs> egy később interjúban, ez megmosolyogható, de azt mondta dolog, hogy az illatolós, kisújeltartós buziskodásoknak, amik szemletesen ábrázoltak egy hősi korszakot. Ezt hogy kell érteni? Hát azelőtt ilyen, ilyen finomkodó nyelve volt ennek a bor. bor az ilyen magasztos dolog volt, így tudom én, így, most nem azt mondom, hogy imádkoztak az emberek, de ugye a szegény félreértett Hamos Béla miatt is, a bor filozófiája miatt is volt az egésznek egy ilyen elemet, és szerintem baromi hamis megközelítése. Amiről. Na várjunk csak, mi, hogy érted, hogy félreértett Hamos Béla? Hát, Hamos Béla egy, erről van egy nagyon hosszú írásom, azt nem olvastad? A férjértet Béla címe. Szánom, bánom, de most az volt nem az az cink volt még? Nem, az a saját blogomon jelent meg, illetve pontosabban azt kérte tőlem a szépirodalmi figyelő, és, és online szerintem a, a saját blogomon érhető el, illetve megjelent egy kötetben is, egy gyűjteményes szívkötetben, aminek nem jut eszembe a címem pontosan emlékszem. Szóval, na mindegy, tehát az Hamas Béla az teljesen félreértett módon viszonyulnak a Hamas Bélához az azok, akik szeretik a bort, tehát azt hiszik, hogy ez, ez, egy, tényleg egy ilyen ima a borhoz, egy ilyen magasztos izé. Miközben a Béla egy roppant vicces szöveget írt, a, nem is annyira a borról, mint a, a hülyékről. Vaj, Megvan a borfilozófia? Megvan a borfilozófia, hogy végül ketten maradtak Isten és a bor, igen. Hát, na igen, ezt szokták idézni, hát Ennél azért sokkal szofisztikáltabb az a szöveg, és, és sokkal sokkal viccesebb és könnyedebb, tehát egy kifejezetten könnyed, szórakoztató szöveg szerintem, és kifejezetten szertelen a szöveg, tehát semmi magasztos nincsen benne, az idézet ellenére. De miért kezdtem ezt mondani? Ja, igen, és hogy hogy eleve volt az egésznek egy ilyen, ilyen nagyon magasztos, ilyen nagyon ilyen, mit tudom én, a bor az a a dűlő homokjába, vagy talajába szőlővesszővel karcolt vers, hát persze. Nem, a bor az egy alkoholos ital, ami azért iszunk, mert finom, jó esetben, és mert jó kedvet ad. Tehát ez a bornak a dolga, nem az, hogy vers legyen belekarcolva szőlővesszővel a dűlő talajába. És nem kell hozzá imádkoznunk. A bornak természetesen van egy szakrális vonala is, de az nem tartozik ide. Az egy teljesen más téma szerintem. Ne keverjük össze a részegeskedést a szakralitással. A buziskodásoknak nem csak a Amvas Béla volt a része, hanem gondolom a maga a nyelvezet is, ami ekkor ki. Hát aztán igen, az is egy ilyen finomkodó idétlenség lett, de mondjuk nehéz a borról egyébként. A, a bor tényleg egy, egy baromi összetett ital tud lenni, hogyha tényleg jó. Én attól is frázt kapok egyébként, hogyha valaki úgy érzi, hogy nevetséges dolog beszélni róla. Nem, nem nevetséges dolog beszélni róla. Nehéz azt a nyelvet megteremteni, amely nyelven értelmesen lehet róla beszélni, nem is nem sikerül. Szerintem ez, ez, ez egy eléggé szomorú dolog. De. Magyarul nem sikerül, vagy eleve nem sikerül? Eleve nem sikerül, hogyha angolul, az, az, az is lehet vicces, hogyha, hogyha úgy állsz hozzá de ezeken túl kell lépni. Tehát valahogy ezt a szofisztikáltságot mégiscsak meg kell próbálni kifejezni. Sikerül, sikerül, nem, nem. Nálam ezek a leírások, az ilyen, ilyen olyan, nem tudom, nem jut eszembe egy példa annak idején sokat röhögtünk meg. Mandulás lecsengés. Mandulás lecsengés, igen. De hát ilyen egyébként van. Tehát ez tényleg van, és ehhez nem kell szakértőnek lenni, hogy mindenki érzi, hogy egy bor finom vagy nem. A feleségem például, aki soha nem foglalkozott, nem is különösebben szereti egyébként a bort, és soha nem foglalkozott semmi ilyesmi, mivel múltkor egy ilyen rögtönzött illatfelismerő versenyen vannak ilyen illatkészletek, kis fiolákban benne van az adott gyümölcsnek, zöldségnek, akárminek az illata koncentrátuma, és ezzel lehet gyakorolni. És hogy a nagyobb társaságban egy ilyen rögtözött illatversenyt a feleségem simán megnyert, mert 10-ből kilenc vagy mind a tíz meg volt, neki nem is tudom. Tehát ezeket az illatokat lehet érezni Föl lehet, a borban így is van, és így van, amiket lehet érezni, érezni am. hogy hogy Arra van egy ilyen illat, mint a így van. Na most ő egyáltalán nem ért a borhoz, nem is érdekli a bor, de egyébként ezt az illat, illatbajnokságot ez konkrétan megnyerte ott. Tehát, hogy ezek ezek így vannak, csak ez erre nyitottnak kell lenni, nem sznob hülyéknek kell nézni azokat, akik mondjuk ezeket e, ismerik, <laughs> még ha néhaakként is viselkednek hanem hát egy olyan kultúrának, ami mondjuk ott esetben minket ezt tesz, teszem, azt nem érdekel. Akkoriban, vagy később mondták azt, hogy ez a, ugye volt egy nagyon erős felfutás a, a magyar borászatnak, ahol lett a tömegtermelés, TSS termelés után létrejöttek. A, a, a 90-es évek elején kezdődött. 90 évek elején kezdődött. Tehát akkoriban ugye azt mondták, amikor jött aztán később a gasztron forradalom, hogy lám, a borban ez sikerült, és ugyanezt kéne megcsinálni az éttermek terén is. Tehát volt egy ilyen képzet, vagy egy ilyen ítélet, hogy ez egy sikertörténet volt a Igen. magyar bor. Mennyire maradt az? Hát én nem tudom, most az utóbbi években nagyon-nagyon keveset foglalkozom vele. Nem is olvasok, nem is nagyon írok írni még néha, de olvasni nem, tehát művelt lett tehát se olvasom évek óta, meg nem is iszom, legalábbis csak nagyon keveset. Szóval nem tudom, hogy ezek pont mihol hol tart. Tehát a magyar bor nem lett világhírű. Azóta sem, Tokaj sem lett világhírű, pedig ugye továbbra is meggyőződésünk, hogy megérdemelni. De hát hogy is mondjam, tehát ezt leginkább szerintem a hiper és szupermarketek polcain lehet lemérni. Tehát amikor azt gondoltuk, hogy a magyar bor már sikertörténet mondjuk a 90-es évek végén, mert ugye ismertünk egy csomó tokai termelőt, meg még több villányit, meg nem tudom, akkor a hiper meg a szupermarketekben még csak a szemét volt. Most a hiper meg a super marketeknek a választéka sokkal értelmesebb és sokkal minőségibb és uh, teljesen átalakult ez a része az egésznek. Valószínűleg a akkor megfogalmazott várakozásokat a magyarból világkódító szerepéről, tehát hogy azokat kellene újra értékelni szerintem. Hát egyszerűen ez egy olyan ország, ahol erre nincsen. Volumen leginkább. Meg hát uh, nem vagyunk különlegesek sem tehát mitől lennénk azok. Készítenek itt nekünk jó borokat, aztán azokat meg kell inni annak, akinek bírja a gyomra. Én éppen azon gondolkoztam, ahogy itt mondtad, hogy hát, hogy ugye nincs volumen, valaki megrendel szonyatos mennyiséget, mert teríteni szeretné a Walmartban, az alsó polcon, nem tudná a magyar hát abszol, szolgálni. De hát erre megvannak a, megvan Chile, meg Dél-Afrika, meg nem tudom micsoda, tehát ezt, ezt a szerepet elvitte más, meg a Olaszország. Én pont erre gondoltam, hogy ugye ma már a know-how az megvan. Valakinek van tőké, akkor elmegy egy földrajzilag borvidéként értelmezhető helyre, és olyan helyen is tud bor csinálni, ahol 2000 évig nem volt. Bárhol persze, hogy hát nem bárhol, de sok fel. A másik ilyen hasonló, a borforradalom mellett, a másik ilyen hasonló dolog, amiben nek oszlopos, hát hogy lehet mondani? Oszlopos krónikás. Krónikása, Kronikása, prédikátora, gondolkoztam a szavakon voltál, az a magyarországi sörkultúra, még az ezenből is a kézműves sör. Annak azért csak nagyon kicsit. Tehát az már nem olyan, számomra nem olyan, mint, mint amilyen a bor volt. Tehát itt azért már szó sincsen arról, hogy mondjuk mélyen, mélyen, mélyen beástam volna magam a szakirodalomba, vagy hogy olyan szinten tudnám, hogy mik a legújabb trendek, meg a ütném, mágnám a menő főzdéket, meg a nem tudom. Tehát azt tudom, hogy kik a kedvenceim, meg tudom, hogy milyen típusú söröket kedvelek, vagy milyen típusú sörök iránt érdeklődöm, de szerintem több százan vannak, akik sokkal jobban ismerik ezt a szubkultúrát, mint én. Nekem az azért volt egy kicsit meglepő, már nem a te részvételt abban, mert amennyire ismerlek, szinte kézenfekvő volt, hogy a kézműves sörökről írsz, hogy hát Magyarországot nem szokták úgy nyilván tartani, mint olyan nagyon tradicionálisan sörkészítő ország, De hát ez nem kell az lenni, de, de vagy nem kell annak lenni. Tehát manapság az egyik legizgalmasabb ilyen craft sörös ország már megint szóba kerül, de hát mit tehetünk Oroszország. De rendkívül jó söröket készítenek Ukrajnában és Romániában is, hogy messzebbre nem menjünk. Ez a craft sörös dolog, ehhez, ehhez eh, semmi más nem kell, csak jó minőségű komló granulátum, 20 liter víz, meg élesztő, meg elszántság, meg tisztességes, vagy jó receptek. Miért most lett ez annyira divat, akkor hogy csak ennyi kell hozzá, miért nem volt ennyi kis kézműves sörfőz, de mondjuk 50 évvel ezelőtt. Hát 50 évvel ezelőtt nem is lehetett, hiszen állami monopólium volt. De mondjuk Nyugat-Európára gondolom, hát, ott e, sem. Ugye, amennyire én tudom, ez a kézműves sör forradalom, vagy mi a fene, ez Amerikából indult a 70-es, 80-as évekből. Ugye, mert néhány ember megunta, hogy ezeket az undorító édes lötyöket itatják velük a mótik és akkor ők elkezdtek igazi sört készíteni, igazi receptek alapján. Mármint, hogy tisztességes komlóból, meg tisztességes malátából, meg, meg nem iparilag beállítva, utólag szénsavat dúsítva, és így tovább, és így tovább. Meg természetesen kifelejtve belőle a kukoricát, hogy kihagyva. És aztán ez kellett x év, meddig egyszerűen eljutott, átjutott Európába, meg, meg aztán Nyugat-Európából eljutott hozzánk is, meg egyébként mindenhol. Például Ukrajna egyik vezető főzdeje az egy kárpátai húzófaluban működik az Isten mögött, és most már Lembergben, Kievben, azt hiszem Odesszában is van saját kocsmájuk, meg mindenük. Gyakorlatilag bárhonnan el lehet indulni, és bárhol viszonylag rövid idő alatt nagyon komoly sikereket lehet elérni. Nyilván pénzbe is kerül, és az átverés az nem nagyon működik, de Ugye ez nem úgy van, mint a borán, hogy először is kell egy jó dűlő. Ez nem kell. Ez meg kell lenni az amerikai komlót granulátum formájában. Aztán meg kell csinálni a sört. Miért pont amerikai? nem feltétlenül amerikai, lehet bármilyet, lehet csehet is, meg németet is, meg új zélandit is, meg akármilyet. Az amerikait azért mondtam, mert azok a legnépszerűbbek, meg a legdivatosabbak, ugye ezek ilyen aromakomlók, tehát ezek adják a leggyümölcsösebb, a legszínesebb, legvonzóbb illatokat, nem feltétlenül, mert kimire is esküszik. Meg ugye van, aki már az amerikai unja is, mert túl direkt. A lényeg az, hogy oda kell figyelni, meg tisztaságot kell tartani a szépbe, és akkor rendben leszel. Ez mondjuk nem mindenkinek sikerül Magyarországon egyébként. Mármint a tiszta technológiát tisztán működik. magyar élelmiszeriparnak van egy-két szegmens, ahol nem feltétlenül ez a jellemző. Hát van. Sörbe sem mindegyik tiszta, De hát aztán ez kiderül. Nem kellett ehhez a fordalomhoz az is, hogy legyen internet? Mert így gondolkoztam azon, hogy azon keresztül tudod megrendelni, Ez egy jogos felvetés, valószínűleg igen. A know-how, Valószínűleg, elolvasni. valószínűleg igen. igen. Hát legalábbis ahhoz mindenképpen, hogy minden sokkal gyorsabban történjen. Mert hogy a Kárpátai falut említetted, akkor nem nekik lehetőségük van meg is, hogy megismerjem őket, nem lett volna korábban egyáltalán, hogy olvasson róluk az ember. Persze, persze. És hát nyilván a komlót nem ott termelik a fenyőerdő szélén. Ők sem. Milyen érdekes, hogy azért mégiscsak van az internet gazdaságnak olyan része, ami előremutató, és úgy működik, hogy ezt elképzelték, és nem feltétlenül csak a Facebookot eredményezte, vagy? Hát igen, 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 igen. Ez pont az elheti magyar hangos szikkenben írok erről, mi akkor még, amikor beszélgetünk, nem jelent meg. Hogy a internet, az tele van izgalmas dolgokkal, csak arra kell odafigyelni, hogy utána kell menni. Tehát az algoritmus nem fogja elénk Pár évvel ezelőtt írtad, hogy leköltöztél a Facebookról. Ez a mai napig tart ez Persze. az embargó? Tehát nem vagy el Facebookon. Nem, nem. Mi volt ennek az oka Anna. Hát megundorodtam tőle. Bővebben. Hát nagyon megundorodtam tőle. Hát nem, hát sok mindent. Hát gyűlölöm az algoritmusokat. Nem, hát a, a Facebook... Na. Nézel tévét? Nem. Hát Netflixet nézek. Miért nem nézett tévét? Nem szeretem, amit elém tesznek. Közösségi média az új tévi. Az arcodba tolja a tömegkultúrát. Amiről azt gondoltuk egyébként, hogy az értéke egyébként, annak idején az IVIV-nek az értékés volt, hogy segít megtalálni olyan embereket, akiket szeretnél megtalálni. Az is visszájára fordult, mert olyan dolgokat tudsz meg, de erről is írtam már sokszor szerintem, még a magyar nemzetben is. Tehát olyan dolgokat tudsz meg olyan emberekről, akiket egyébként kedvelsz és tisztelsz, amit soha nem akartál volna róluk megtudni. Ők maguk árulják el. Tehát szívesen megosztják veled. Igen. Ők maguk árulják el. Ez, ez furcsa és hangozhat az én számból, mert ugye az én életem is nyitott könyv az írásaimon keresztül, de ezek azért szerkesztett írások. És biztos vagyok benne, hogy... Lehet, hogy árultam már el olyasmit is, amit egyébként talán nem kellett volna, nem tudom, de nem vagyok benne biztos. Nagy mennyiségben, vagy arányaiban nagy mennyiségben biztos nem. Viszont én biztos, hogy megtudtam emberekről olyat, vagy megtudnék nap, mint nap, hogyha még ott lennék a Facebookon, amikhez, ami semmi, de semmi közöm, és ami írtóztatóan kínos, fájdalmas, rossz, rossz. És egy ideig az történt, hogy kikövettem ezeket az embereket, mert nem akartam megbántani őket azzal, hogy, hogy tördöm őket az ismerőseim közül. De hát aztán rájöttem, hogy mit tudom én, volt vagy 2000 ismerősöm, nagyon sok. Ugye különböző szegmensekből, egyrészt Kárpátaljáról, másrészt a boros világból, harmadrészt a jégkorongos világból, negyedrészt az újságírók világából. Tehát egy meglehetősen heterogén ismerősi köröm volt, és aztán rájöttem, hogy egyébként az 2000 ismerősömből most minimum 1800-at ki kellene követnem ahhoz, hogy, hogy tényleg ne zavarjon az, amit ami elém kerül. Tehát egy tömeges kiábrándító hatásom volt. Borzasztó. Hát egy, ugye az ember élet eleve kiábrándulások története sajnos, de ez, ez, nem, ez így nem volt jó. Plusz arról már nem is beszél, hogy tehát amit a rohadt Facebook algoritmusa, ugye sokat beszélnek erről a nyomulott véleménybuborékról, buborékról, hogy azt kapod a Facebooktól, amit eleve gondolsz a világról. Na, hát ez az én esetemben soha nem sikerült. Te olyat kaptál, ami idegesített? Mindig. Mindig. Nem azért, mert nem tudom, velem nem egyetértő információk vagy vélemények jöttek velem szembe, hanem kizárólag dolgok jöttek velem szembe, amik engem mélységesen nem érdekeltek úgy, ahogy én kerültem. Lehet, hogy akkor léptél le a Facebookra, amikor még nem volt tökéletes az algoritmus. De már akkor már mindenki, mindenki arról beszélt, hogy minden, minden milyen tökéletes. Agen, itt a Cambridge Analytica Story kapcsán kerültek elő olyan pszichológiai kísérletek, profilok, amiből az derült ki, hogy nem tudom hány lájkból, 112-ből már jobban tudja az algoritmus, hogy ki vagy, mint Hát mondjuk a lehet, hogy ez volt a problémám, hogy én nem lájkoltam semmit. Uh -huh. Lehet, hogy ez... Hát igen, igen, úgy nehéz dolga ez volt. Ez a nehéz helyzetbe hoztam. Nehéz helyzetbe hoztam az algoritmus. Szerintem örültek, hogy leléptél. <laughs> mind a, problémával mind, kevesebb. Mindannyian, mindannyian jól jártunk. Igen. Most nem akarok belemászni, hogy itt a Facebook algoritmusok világába egy kérdés foglalkoztat csak, hogy szerinted mi lehet az oka annak, és erre nyilván rengeteg tanulmány van, meg, meg, meg pszichológiai okosság, amit felhasználnak a Facebooknál is, de mi lehet az oka annak, hogy az emberek hajlandóak és szeretnének ennyi mindent megosztani magukról? Hiányzik az életükből szeretet, nem tudom. De tényleg nem tudom. Hát most meg csak ez jól hangzik ez a válasz. Hát, valami jó. Elgondolkodtatom. <laughs> És miért uh, gondolod úgy, hogy az élet az, az csalódások és kudarcok? Csalódások? Azt mondom, kiabrándulások. kiabrándulások, kiabrándulások. Hát egy csomó mindenből kiabrandultam Legutóbb ugye az újságírásból. Ezt az így tehetjük a pontot a végére, hogy kiabrándultam az, az, az újságírásból. Hát tehetjük. Tehát az összeset azért most nem sorolnám fel, de egy csomó mindenből még ezen felül is. Most csak a hallgatóknak mondom el, mert nem mindenkinek világos, ugye a cink azért szűnt meg, mert a tulajdonos Tönkretették Amerikában. Egy amerikai tulajdonos volt, a, 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 onnan azért kellett eljönnöd. A hát, magyar nemzet ugye azért szűnt meg, mert Simicska Lajos bedobta a törő között a választás után. Igen. Fogalmazunk így, ez is egy komplexebb story. És mi volt a harmadik? Hát az Origó. Az Origó, ott pedig ott még nem tudom mondom, mi jöttél el, de valami hasonló. Hát amikor elkezdődtek a befolyásolási kísérletek, akkor jöttem el. Igen. Tehát, hogy, tehát, hogy igen, mind a három utol. Ez volt a három legutóbbi munka a helyen a sajtóban, mondhatjuk úgy. Csak hogy a kiábrándultságot értsük. Az élet kiábrándult lások sorozata. Azért ez egy elég súlyos mondat. Ízlelgetem. Egyszer majd írok róla egy könyvet. Mindenképpen. Én, én már is megrendeltem. Kiábrándulásaim történt. Jó cím, jó cím. Uh, egy valamiről úgy tűnik, még nem elbrándoltál ki, ez a jégkorong. Lehet, ez unom már azt is unom? Nem, most túl... <há> De, Vannak részei, amik, amiket igen. Ja. Miért jó ez Magyarországon, ez a jégkorong? Miért jó? Aha. Hát hát annyi, annyiban jó, amennyiben szórakoztatja az embereket. Mármint, hogy azokat az embereket, akiket szórakoztat. De ennek is volt valami hősi korszaka. Rémlik, én teljesen hülye vagyok a sporthoz. Ennek van, most volt. Most volt. Persze, most van. Ugye, hát erről is van egy könyv, igen, ezt feltétlenül vegyétek meg, csak Minden, hogy az Albertnek is vegyem, jól mindenki legyen. Mindenki gyorsan. Magyar jégkoron ég könyve ez a címe, és 2016-ban jelent meg. Halál az életértelme Magyar Jégkoron értelme. Így van, az ott telette van. De ez, ez itt még nem a kiábrándultságról szól, hanem az életértelme. Nem, 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 az még az életértelme. Nem, hát nem, a jégkorok az még a folyamat, folyamatban van. A, abban majd biztos később fog kiábrándulni. Az még van, van hogy szórakoztat. Mi volt a kérdés? Hogy mi a jó a magyar ékkorunkban? Ja igen, a, 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 a hősi korszak, ugye, az, az most, most volt az aranykor. Hát 2008 volt az az év, az még csak 11 éve, amikor a magyar válogatott először feljutott az átcsoportban a legjobbak közé. És 2009-ben tehát 10 éve játszott ott fönt. És aztán 2015-ben Krakóban jutott fel másodszor, egy, már egy új generációval lényegében. És 2016-ban játszott fönt a kanadaiakkal, meg az amerikaiakkal, meg a finnekkel, meg a stb. Azóta nem jutott fel, hát mind a kétszer kiesett. És azóta nem jutott fel újra. Remélem, hogy rövidesen ez majd sikerül megint. Tavaly Budapesten néhány másodpercen múlott, hogy harmadszor is sikerüljön. Idén messze jártunk tőle. Csak ezért jó a magyar jégkorongó? Nem, hát nem, nem, nem. Ez egy ez egy tök egyszerű dolog, szerintem, hogy de azt nem tudom, hogy miért jó globálisan. Én arról tudok beszélni, hogy mondjuk miért jó nekem. Kevés dolog van Magyarországon, ami a rendszerváltás, totatás, toztatás, stb. Szóval, hogy ami a, a, utána így egyértelműen, hát értem, nincs is olyan kevés, de mindegy. De hogy amitől mondjuk Magyarország jobb hely lesz, vagy kevésbé rossz, vagy ahogy tetszik. És én általában ez így alakult valahogy, hogy általában olyan dolgokat szerettem, vagy olyan dolgok iránt kezdtem el érdeklődni, amelyek ezek közé tartoztak. Ilyen volt a bor és ilyen a jégkorong is. Megy előre, fejlődik. Ugye nyilván nem a jégkorong a legnépszerűbb sport Magyarországon, nyilván nem a jégkorong a legnagyobb tömegeket foglalkoztató sport, és nem a jégkorong a legmagasabb szinten lévő magyar sportág Magyarországon. Tehát vízilabdában, kézilabdában nem magasabban vagyunk, az egyéni sportok egy részéről nem is beszélve. A futballnál sokkal kevesebben nézik a jégkorongot, bár egyébként mondjuk azt... Ha... Hadd áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy a Fehérvár AV19 jégkorongcsapatának csapatának az átlagos nézettsége lényegesen magasabb, mint a videóton a futballcsapatáinak. Ez azért mondjuk, mondom, nem értek a sporthoz, de ez még engem is elgondolkodtak. Igen, hát 3000 fölötti a hazai átlag a jégkorong meccseken, full house gyakorlatilag szinte mindig, még akkor is, amikor rossz a csapat, hát még akkor, amikor jó, akkor, akkor, heringezés van. Ez azt jelenti, hogy ennek van egy olyan lelkes közönsége, mint mondjuk a Great Full dead nek volt hogy mennek a csapattal együtt, és... Hát nem kevesebben utaznak, de a saját pályán, tehát Fehérváron, az ifjú igában a jégcsarnokban, ott állandó teltház van. A videóton futballmeccsein annak ellenére, hogy a folyamatos bajnok esélyes, meg időnként bajnok csapat, hát ott nincsen három tudomásom szerint nincsen három ezes átlag. Most a fociról beszélünk foci. a Igen, igen. Tehát ez csak így zárójelben jegyeztem meg, hogy a foci összességében nyilván népszerű, mint a jégkorong, de azért a jégkorongnak is vannak ilyen fellegvárai, ahol hát alapvetően más a helyzet. Amire ki akartam lyukadni, az csak az, hogy ez is egy ilyen folyamatosan fejlődő dolog, volt, és reményeim szerint még maradt is, bár vannak nyilván nehézségek is, de hát most már azért három csapatunk van nemzetközi bajnokságban, kettő Szlovákiában, egy Ausztriában, megyegettünk előre, ez mondjuk a válogatott, a nagy válogatott idei teljesítményén Asztanában, vagy Nurszultánban, vagy hol éppen történetesen nem látszott, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most itt örökös megtorpanás vagy visszaesés fenyeget bennünket, szerintem erről szó sincs. De, hogy van benne teljesítmény, talán ennyit elég is. Van benne teljesítmény, ennél fogva van benne lélek, és amiben van lélek, azzal azért már lehet kezdeni valamit. Egy kicsit talán olyan így kívülről nézve, hogy nagyon a semmiből indult, nem? Hát, így, ne, ha nem is a semmiből, de majdnem persze. Hát ez gyakorlatilag teljesen amatőr dolog volt. Ez ugye a könyvemben is, amiről nem a katona hanem a magyar jégkoron könyv az élet értelmében, abban külön foglalkozva van ezzel, hogy annak idején, amikor én először jégkorongot néztem, ez még a 70-es, 80 es évek, akkor én lévén, hogy ott éltem ahol, nálunk volt orosz tévé, mármint orosz TV csatorna, ahol lehetett orosz jégkorongot nézni, de hát akár magyaron is lehetett időnként orosz jégkorongot nézni, az Izveszi a Izvescia kupa jó voltából, vagy éppen a világbajnokságról egy-két meccset. De hogyha én megnéztem egy orosz jégkorong meccset, és azt mondtam, hogy hú, mert mindig azt mondtam, és hogyha véletlenül a magyar televízió adott egy Fradi Újpestet, akkor az ilyen dröhelyes volt. Nem akkora volt a különbség, mint a Barcelona vagy a Ferencváros között futballban, hanem fölmérhetetlen. Most is betegre veri Kanada Magyarországot, hogyha véletlenül összekerülnek, de... Ez már azért ugyanaz a sport. Szóval nem kapunk 22-t, mint annak idején az Újpest, a CSK Moszkvától. Mi történt, minek kellett történni az, hogy ez változzon, mert valami mégis csak történt, hogy ez bejött. Hát nem tudom, ez, ez nehéz, nehéz nem, nem tudom pontosan. Tehát ugye konkrétan egy emberhez is szoktuk kötni Kercsó Árpádhoz, aki ugye a jégkorong, azt ha a kedves hallgató nem tudná, ugye a Székelyföldön, illetve a Székelyföldön belül is Csíkban, nemzeti sport, Csíkban és Gyergyóban. Ő és a romániai jégkorong, mert ugye a román jégkorongnak ezt nem lenne szerencsés nevezni, a romániai jégkorongnak az egyik bázisa az Csíkban volt, és Gyergyóban, vagy hát szóval Székelyföld leghidegebb részein, a másik bázisa meg Bukarestben, ugye ez állandó versengés volt Csíkszered a Bukarest között, és a román jégkorunk sokkal magasabb szinten volt, mint a magyar évtizedeken át. Tehát Románia volt a szociális időkben csoportban. Magyarország meg C csoportos volt, tehát kategóriákkal volt mélyebben. És a 90-es évek elején, vagy illetve a 80-as évek végén Kercsó Árpád áttelepült Magyarországra, ő egy abszolút megszállott edző volt, illetve hát még mind a mai napig az, most már 70 éves. Ő átjött Magyarországra, áttelepült a kommunizmus végnapjaiban, és elkezdett dolgozni Dunajvárosban, és gyakorlatilag az első magyar aranygeneráció azonnal onnan nőtt ki. Tehát ez a onnan és a vele rivális szomszédvár Székesfehérvárról, ahol ugye Ocskai Gábor volt a másik ilyen fárosz, és az ő rivalizálásukból gyakorlatilag összeállt egy, egy olyan generáció, amelyik már 18 évesen bajnok tudott lenni a 90-es évek közepén, és aztán a alapját vagy a magját tudta adni ennek az első átcsoportba jutó csapatnak is. Azóta az szerintem az, hogy, az, hogy ez egyáltalán volt, az, az ilyen nagy lökést adott az egésznek, mert sok, sok, rengeteg szélesedett a bázis, mert elkezdtek ugye fedett csarnokokat építeni. Ma már nagyon sok a gyerek, most éppen köszönhetően a tavonak is, aminek egyébként a hasznáról és a káráról komoly viták folynak. Egyáltalán nem biztos, hogy ez rengeteg pénzem ami beömlött mondjuk egy is, hogy az tényleg hasznos. Azt tud rosszat is tenni, hogyha Persze, a hogy sportágnak? Abszolút, igen, igen. Hát minden attól függ, hogy mire fordítják azt a pénzt. Hogyha teljesen fölösleges felszerelésre, vagy hogyha az edzők fizetésének a megtiszterezésére, akkor ez nem biztos, hogy hasznos. Mindegy, most a részletekbe itt tényleg nem menjünk bele. Minden esetre az egyre széleselő bázis és az egyre kedvezőbb körülmények az, azok, hát abban bízunk, hogy lehetővé tesznek még egy lépésnyi előrelépést. Mert hogy azt is áruljuk el a hallgatóknak, akik nem követték a te pályafutásodat, hogy jelenleg a jégkorong környékén dolgozol. Hát igen. Magyar. igen. Hát a jégkorong, jégkorong, blog nevű saját, még az indexes időben kezdeményezett kezdetben blog, de most már egy ideje hírportál. Főszerkeztem, vagy szerkeztem, ezt mindenki engedelmével nem tekintem klasszikus újságírói munkának, és a szövetségnél is besegítek ilyen média tanácsokkal, vagy nem tudom mikkel. Megütötte a fülemet, hogy azt mondtad a jégkoron kapcsán, nem is a jégkoron kapcsán, hanem a három, amit egy napos oldalnak mondtam, itt az életedben a sörbor, meg a jégkorong, hogy valahogy azokba a dolgokba szerettél belevágni, amitől Magyarország egy kicsit jobb hely lehet. És itt Érdekes, felírtam egy idézetet a cinkről 2014-ből, ahol arról beszélsz a kézművesőr kapcsán, hogy úgy írtam, a kézművesőr forradalma is csak egy bizonyíték arra, hogy Magyarország szívesen lenne sokkal jobb hely. Tehát, hogy ezt valószínűleg ezt a fordulatot többször is leírhattad, hogy Magyarország mitől lehetne jobb hely? Ez hogy sokkal jobb fejek lennénk egymással. Meg sokkal több jó dolgot akarnánk csinálni. Hát mit tőle? Hát sok mindentől. Most de, de minden a mélyben tőle, lehet tényleg. Én nem gondolom azt, hogy bármelyik rezsim képes arra, hogy egy országot alapjaiban megváltoztassa, alapjaiban jobbá tegyen, vagy akár rosszabbá. Hát nyilván a keménykező diktatúrák esetében más a helyzet. Azért Rákosi Mátyásnak azért sikerült sokkal rosszabb helyet tenni Magyarországot, mint amilyen az előtt volt. De most nem ez a helyzet. Tehát szerintem minden kicsiben dőle. Vagy majdnem minden. Vagy nagyon sok minden dőle kicsiben inkább, így mondanám. És van esély arra, hogy itt kicsiben eldőljenek arra fel a dolgok, hogy jobb hely legyen Magyarország. Nagyon sokan úgy érzik most szerintem, hogy nem. Hát persze. Mármint, hogy persze, hogy joggal érzi mindenki úgy, hogy, hogy nem. Most az, az, nagyon naív és nagyon buta dolog lenne, hogyha most itt elkezdenék agitálni a mellett, hogy kedves emberek, ne olvassatok politikai híreket, és ott már sokkal jobb lesz nektek. Ez nyilván a hülyeség. Csak de mindenképpen hülyeség lesz, amit mondok, vagy mindenképpen hülyén amit mondok, és vagy mondhatok, és magamról sem mondom azt, hogy életem legvidámabb időszakát élem meg, mit tudom én, micsoda. De attól még attól még ne adjuk fel, vagy nem tudom. Arról már nem is beszél, hogy egyre inkább azt gondolom, mostanában nem azt mondom, hogy vadászok olyan teljesítményekre, amiket egyébként mondjuk fiatalok hoznak össze, mert nem kell rájuk vadászni, valahogy megtalálnak. Tehát Ebből az egyik kedvencem, amit szinte állandóan ismételgettek az például a, a Ifja Vinyánszki Attila Féle Színház, ami egyszerűen tényleg fantasztikus. Mondjuk el a nevüket is, hogy a hallgatók rá tudjanak keresni. Hát a, a Ifjú Vinyánszki Attilát, hogyha elmondjuk, és ő rákeresnek, keresnek, akkor az, az, nagyjából kiad mindent. Ez, ugye ő a Víg Színháznál dolgozik, illetve a Víg, Víg Pesti. Ő volt a Stalker ott. csoport. Stalker De... csoport az ő saját, ők igen. Most is, ezen a nyáron is összehoztak egy baromi jó szórakoztató előadást. Na, mindegy, csak azt akarom mondani, hogy alapvetően mostanában azt gondolom, és nem azért, mert olyan rettenetesen öregnek érezni magam, de, de, de szerintem a, az ő generációknak a dolga most már az, hogy majd újra megpróbálják nem elcseszni, aztán végül elcseszik azt, amit a mi generációnk már elcseszett. Én most már rájuk figyelek, nem magunkra. Egy kérdésre egyik térek vissza még a könyvedhez, és ezzel remélem semmiféle spoilert nem uh, mondok. Bizakodjunk. Bizakodjunk benne. Van egy szereplő benne, Trosin, a filozófus. Aha, ő, ő ez, a, ez, a, saját neve, ő létezett. Ő létezett. Mert mint, hogy ő pont ezen a néven és és filozófus is volt. Hát filozófiát tanult az egyetem. Igen. Egy idézet a könyvből. Biztosítottuk egymást róla, hogy mindkettőnket abszolút intellektőlnek teremtett a jóisten, vagy az ördög tudja kicsoda, és abbili meggyőződésünket is kifejeztük, hogy képesek leszünk ezt országvilág előtt bebizonyítani. Uh -huh hogyha most találkoznál vele. Mert azt hiszem, említetted a könyvben, hogy senkivel nem vetted fel úgy a kapcsolatot nagyon a katonatársak hát, közül. Hát nagyon kevesekkel. Nagyon kevesekkel. Nem Te tudom, hogy ők olyanok, volt -e. Nem, nem, nem. Tehát aki így messzire sodródott, vagy nem. Velük nem. Ha innal találkoznál, mit tudnál elmondani, hogy neked sikerült? Én elég adett vagyok, igen. Összességében. Nem tudom, hát vannak kételjém, tehát ö, nyilván vannak, mert hogy ne lennének, de de, hogyha Karinti vagy Koszt, Karinti vagy Kosztolány írta a találkozás egy fiatalembert, ezt soha nem tudom. Karinti. Na mindegy. Igen. De, nem. <gül> <gül> e, igen. A, azt például tudom, hogy a nem mondhatom el, azt Karinti írta a halotti beszédet, meg Kosztolány, de ez, ez ezt mindig keverem. Na mindegy. Szóval, hogyha találkoznék a fiatalemberrel, szerintem akkor sem lennék e, zavarban. Tényleg nem. Tehát ilyen értelemben, igen, még akkor is, hogyha. Azt gondolom, hogy öltem azért rengeteg energiát olyasmibe, is, amiben nem kellett volna. Vagy nem biztos, hogy abba kellett volna, fene tudja. Nem tudom. De hát még előttem az élet. Még előtted az élet. Ő megérteni a fiatalember egyébként azt is, hogy azt mondanád, hogy az élet az... Kiábrándolási sorozatom? sorozatom? Szerintem ő, ő, ő már akkor is így gondolta. Jó fej volt? E, igyekezett. Igyekezett. Ja. Ebben nem változtam. Mi az, amiben nagyon? Miben változtam? Nem tudom. Szerintem nem sok mindenben. Hát ez már mit tudom, én 30 kiló plusz, az nyilván. Uh, 30 kg plusz. Uh, nem sok mindenben. Már nem vagy annyira szélső liberális, mint a narancsos. Ja, hát abban, abban nagyon sokat. Abban nagyon sokat. Ne, én most már egy konzervatív ember vagyok. Én lenyugodott konzervatív újságíró, aki pontot, az újságírói liber, liberál, konzervatív, vagy nem is tudom, micsoda. E, nem, hát, de közben meg punk is. Nagyjából. Nem, 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 nem tudom, hogy ugye klasszikus példa, mit, mit lehet itt konzerválni, kérem. Nem vagyok radikál liberális, az aztán egyáltalán nem vagyok. Az már nagyon rég nem vagyok. Az pontos dátumát is tudom, 1996 össze. Még mi történt akkor? Bekerültem a parlamentbe, parlamenti tudósítónak, és rájöttem, hogy ami elhangzik a parlamentben, és amit elhosszok az újságban, az, annak semmi köze nincsen egymáshoz. Komolyan. Ez még nekem is újdonság. Mm. Pedig én is dolgoztam a politikai sajtóban egy ideig. Igen, tudom. Én engem tökre meglepett. Hogy nem, tehát most nem az, hogy elhangzik, tehát most nem azt mondom, hogy az újságíró hamisító. Egyébként néha az. De hát sőt, most azért most azért tényleg, hát. nem, nem, vagy túl jó véleménnyel a jelenleg is Ő Most aztán, hát borzasztó. Na, viszont nem azt mondom, hanem, hogy a hangsúlyok voltak egészen máshol. És akkor itt megint tudnánk nyitni egy olyan topikot, amiről órákat tudnánk beszélni, hogy, hogy, hogy most akkor mi, mitől topik valami, és, mit ki, mit és mitől nem. És egyébként például ez a a baloldali kötőjel és sajtó nem is a felszínessége a legnagyobb bajom, hanem, hanem, a, hanem, hanem ezek, a, ezek a típusú hangsúlyok. De lehetne más is egy olyan környezetben, ahol megszűnt az üzleti modell mögötte, nincs hirdetés, nincs benne De ez, pénz. Ez, 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 globális, nem? Ezért is mondom, hát most igen, a, igen, nem, nem, a nem a vagyok, a... nem vagyok napi szintű olvasója a Guardiannek, meg leginkább akkor találkozom a, a Guardian, amikor látom az igen. átvett izéket. De hát az ő topikaitól is hajam száll a sokszor. Igen, hát ez nem most kezdődött, az is igaz. Hát um, de de, de ezek, ezek most. Én nem azt gondolom, tehát ugye a. a, a volt, volt barátaink közül sokan úgy képzelik, hogy itt van valami fajta. hogy Soros György kiadja a parancsot, hogy most erről kell beszélni. Hát ilyen nyilván nincs. De ezek. Hát, hogy mondjam, az emberek, ez most nagyon csúnyán fog hangzani, de, de hát falkában járunk. Falkában járunk de felmerül bennem a kérdés, hogy nem fogalmazunk -e meg túl nagy elvárásokat, hiszen itt egy olyan sajtóról beszélünk, amelyik folyamatosan ilyen túlélésért küzd. Tehát nem arról van szó, hogy valaki hazamegy a milliós fizetéssel és boldogan eltartja a családját. Nincs. Nekem egy tehát nekem én nem akartam ítélkezni, tehát én, és nekem nincsenek elvárásaim. Mindenki úgy csinálja, hogy tudja, hát én is úgy csinálom, hogy tudom, hát és azt csinálok, amit ami út. Szóval, hogy, hogy én nem, nem azt mondom, hogy itt mindenki gazember. Itt csak arról beszéltem, hogy engem személyesen mi érdekel, és mi nem. Ezek szerint a magyar politikai sajtó már egyre kevésbé. Nem egyre kevésbé, hanem egyáltalán. Tehát néha-néha-néhány jó cikk találok. De tudok ilyet találni. Hát hol találok ilyet? Hát nem is tudom. Hát a, a Válasz online-on találok néhány jó cikket, múltkor a bódis cikk, azt szerintem te is ajánlottad a hírleveletbe, az például tök jó volt, azt már olvastam még mielőtt ajánlottad volna. Ugye most... az a hírlevelet és akkor is, hogyha az Albert előbb olvasta a cikket. Így van. <laughs> Meg nem tudom, a 444-en tök jó volt, múltkor a Plankó cikke, a, a, nyelv, nyelvpolitikáról. Szóval né, néha van sarkadés, a 444 szokott jókat írni. De én például tökre élvezettel olvastam, elfelejtettem a nevét szintén a Válasz Online-on, bár mire ez megjelenik, addig az már régen, régen lesz, de hogy a Válasz Online-on az, az, egyszerre konzervatív és orbánista vidéki politológia diplomás embernek a, az eszmefutatását arról, hogy miért orbánista, és, és szerintem egy tök, tök, jó cikk volt. Tehát egyáltalán, hogy, hogy kilépett abból a Hát pont abból a nyelvpolitikai térből, ami most itt domináns. Az már engem önmagában felüdített úgy is, hogy mondhatni semmiben se értettem el egyet, de szerintem mindent értettem, hogy miért mond, vagy miért gondolja úgy, vagy miért gondolja úgy, hogy úgy gondolja. Szóval, hogy, hogy ilyen, ilyenek vannak, de, de a napi hírek azok nem érdekelnek. Ez egy nagyon érdekes kifejezés, amit említettél itt a nyelvpolitikai tér. Nekem is sokszor az a benyomásom, hogy olykor címkézők vitatkoznak címkézőkkel, és sem a gondolatok, sem az emberek nem kerülnek előtérbe. Hát idő sincsen rá. Dob, dobálják ki fel a híreket, a, az értelmezett híreket egyébként, vagy a megrágott híreket. Az egyik oldalon, a másik oldalon megdöbörög a propaganda, most egy Mit? Nem mondom, tehát nekem, és, és ez, ez tök fontos, hogy, hogy szerintem nem az a legdrámaibb, már hogyha ez, ez talán tényleg drámai. Tehát nem az a probléma, hogy, hogy Magyarországon szorongatják a független sajtót, vagy Magyarországon ellehetetlenítik, vagy nehéz helyzetbe hozzák, vagy nehéz körülmények közé kényszerítik a baloldali kötője, liberális sajtó maradékát. Nem ez a probléma. Az a probléma, hogy a jobboldali konzervatív sajtó, mint sajtó, nincs, megszűnt, nem létezik. Hírgyár, propaganda, gyár. Ennyi. Tehát nincs, nincs. Miközben a baloldali liberális sajtó kínlódik, a közben a jobboldali konzervatív sajtó nem létezik. Ez különbség? Ez nagyon nagy különbség, és még eszembe jut az, hogy én ezelőtt még egy-két évvel is biztos, hogy teljesen lehetetlennek gondoltam volna, hogy létrejön Magyarország egy olyan államilag támogatott sajtószervezet, amit én tömegírnek hívok egyébként, ez a Kesma, amit több száz sajtóterméket koordinál. Ilyen a szociális ideje alatt sem volt, hogy Nem. ekkora. Nem. A magyar hírlapnak, én... a magyar nemzetnek, a népszabadságnak mindegyiknek meg volt a saját arca. Igen. A saját uh szerkesztősége, a saját intellektuális bázisa, vagy tartaléka, vagy nem tudom milyen. Mindennek volt valamilyen, most meg nincsen semminek semmilyen. Ez egy elég nagy különbség, de de hát ezt is értjük. Nincsen semminek semmilyen. Ez, ez jó, de még meg akarlak kérdezni róla, hogy ugye azért nyilván a, nem csak a Jégkorong blog miatt, nem csak a magyar hang miatt, de az, hogy befejezted az újságírást, ez nem jelenti azt, hogy nem írsz. Hát nem, 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 persze, nem. Most is írtam egy hosszabb szöveget, amiről még nem mondok semmit. Meg terve is van, Nek több. Is. hozzá. Mit? A hosszabb szöveg az azt jelenti, hogy valamiféle könyvre gondolok? Ne, annál rövidebb, mondjuk úgy, hogy egy eszé. Meg, meg vannak tervek, sok, meg ugye van a heti egy a hangban. Szóval így el vagyok, de tényleg van egy csomó, csomó terv, csak legyen rá idő meg energia. Könnyen érsz egyébként? Ha már megvan az ötlet, és van benne, úgy tűnik, hogy van benne izé, van benne fantázia, akkor már igen. Tehát most például azt, hát ennek a, ez hat, 70 ezer karakter a katonakönyvben, 70 valamennyi, 73-75, nem tudom. Az négy nap. Ezt négy alatt írtad? Négy. Aha. Én magamra tudok nyilatkozni, én valószínűleg hetekig rágottam volna rajta. Az négy nap de az az, az az, átlagnál is gyorsabb. Mondjuk van benne valamennyi, ami a egy korábbi, ugye szintén témába vágott színkes írásból van átemelve, de azért az is át van szerkesztve meg. Valamennyire újra van írva, de mondjuk most ezt a cikket, amit, vagy eszét, vagy mit, amit most említettem, és amiről még tényleg nem mondok többet, mert nem mondhatok. Remélem majd valamikor megjelenik valahol. Az, az 30 ezer karakter, az szintén négy nap. De munka mellett, tehát. Ráadásul. Igen. Ez Az írésed méltó. Így igen, de közben meg néha a magyar hangban az a 3200 karakter, az meg iszonyú nehezen születik meg. Nem akkor, amikor, néha akkor is, amikor már leülök, de azért általában nem, hanem addig, amíg, amíg elindul. Tehát, hogy napokig készülök rá, hogy, hogy most akkor ez itt jó lesz, vagy nem lesz jó. De nincsek vázlatok, vagy ilyesmi, tehát soha nincs vázlat, jegyzet, semmi. Nem, nem szoktál gyűjtögetni, nem. A kis újságkivágásokat felirogatni? Aha. Nem, 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 akkor lehet, nem. hogy én ezért, írok sokkal nehezebben, mert a körülbást körülbástyázom, és rengeteg az, ilyen az, engem, mond... az Engem, az engem félrevisz, vagy mint hogy akadályoz. Tehát nem, nem, tudok, nem tudom rendszerezni. Kicsapod a laptopot és a fejedből? Igen. Érzi. Tehát megvan, a, megvan az alapötlet, és aztán onnantól kezdve meg, amerre a szöveg lejt. De mondjuk ez a szöveg, amiről, amiről most itt rébuszok, rébuszokba mesélek, ez, ez hét részből áll, ott tudtam, hogy mi az a hét rész. De azon túl semmit. Tehát tudtam, hogy mi, mi van a hét részben, nyilván itt is tudtam, hogy De mondjuk katonakönyv esetében könnyű volt, mert ott a kronológia adta magát. Mondjuk általában is a kronológia azért az adja az magát, nem szoktam felrúgni nagyon. Irodalom? Mi van vele? A... Nem hiányzik az, hogy ott is valamit? Hát ez már majdnem irodalom. Ez már majdnem irodalom a katonakönyv. Mondjuk úgy, hogy tényi irodalom. Hát, nem, olyan... nem tudom, annál, annál kevésbé konkrét ráadásul. Mm. Nem tudom, hát olyan, olyan, olyan ötlet is van. Te az utóbbi időben rendkívül takarékos ember lettél már, ami a szavakat illeti. Milyen takarékos? Hát két órája beszélünk legalább. Oké. Okay. Jó, hát akkor így végszóra azt mondanám, hogy kedves olvasók, olvassátok a hallgatók, tehát kedves hallgatók, hall... kedves hallgatók hallgassátok a ebbe berazavarodtam, tehát kedves hallgatók olvassátok a katonakönyvet, könyvet, a... az életértelmét is, azt is még beszerezhető szerintem, és mindenképpen olvassuk el a a félreértett Béla, Béla című eszét, ami még online elérhető, ha Online keresik. elérhető az albergazda.blog.hu, de hát bárki beüti a Google-ba, hogy a félreértett Béla tudja, hogy azonnal kidobja. Akkor a félreértett Béla. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Ennyi volt mára az élet, meg minden, legalábbis ami a műsort illeti. Kedves hallgatók, ezzel búcsúzom a következő alkalomig, de még mielőtt lekeverném magam, elmondom, hogy elindult a stósz. A stósz a podcast hírlevele. Azoknak, akik a honlapon feliratkoznak rá, két hetente hírlevelet küldök. Benne azokat a dolgokat szedem össze, amelyekre éppen ráakadtam és rákattantam. Cikkeket, könyveket, filmeket ajánlok. Tehát iratkozz fel a stószra a honlapon, amelynek címe az élet meg Te is szeretnél ilyen interjúkat készíteni, mint én ebben a podcastban akkor neked szól a következő ajánlatom. Még megvásárolható az a könyvem, amelyben arról is részletesen írok, hogyan érdemes belefogni az ilyen nagyobb interjúkba. Az első leütés gyakorlati újságírás nem csak kezdőknek című könyvemet évek óta használják az egyetemeken és média az újságíró képzésben. És ami a legjobb, most az interjúról szóló fejezetet teljes egészében és ingyen letöltheted. Csak látogass el az elsőleütés.hu oldalra. Tehát még egyszer elsőleütés.hu. Ha pedig kedvet kaptál hozzá, mivel még pár példány akad a könyvből, az oldalon online meg is rendelheted.